király, a béka király. Quack, 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 quack. Jött a lány és csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány királylány. Hogy megtöri csókja a boszorkányátkát. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király fibán, mégsem változott pillanatok alatt. Hiába csókolod meg, a béka mindig béka marad. Sírhat még ezen egy ilyen át, mert csókol mind, aztán megy tovább. De kicsit sem fáj. Király. Catch you.
áldás király urunk, mennybe szállas érettel napkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lő az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóbban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Nagy daridó lesz itt máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A dégedőn is eljátszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A de kombiné, kombiné, a cipész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. A daja híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt, hadd ott hagytod a kombinét odat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Há bizony a tablettás portól kinyúlt, hogy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboldat. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló,
Halihó, mongufták, itt is vagyok. Szép délután. Anna, Regina, Gréki, Bodza, F. Júlci, S. Mr. Rider, ti voltatok a leggyorsabbak, majd jött Bogi, Krisztián Sípos, Csengettyű, SSO, senki lenne is megérkezett, tökre örülök nektek, Umarucsan, Lili is megérkezett, úgy látom, és megjött Jana is, sziasztok, és Galambos Dorka Tesvír is megjött, szerbusz, üdvözletem. Hogy vagytok, meséljetek, hogy telt a mai napotok. Aki szeretne majd jönni, az írja be a Steam-es nevét, de fontos, hogy ismerősnek kell lennünk, mert amúgy nem tudlak behívni. Bogival és Lilivel kezdjük, mert velük már megbeszéltem, és a modik fel fogják írni, hogy ki nem volt, ki szeretne jönni, úgyhogy Anna írd be, mi a Steam neve, de mindjárt megnézem, kit ír nekem, hogy van Fall Guys-a. Bogit látom, Kriszt látom, Csengettyűt látom, Fanélyas Csigát látom, és Lilit látom. Írjátok be a neveteket, és akkor megkérem Lilit vagy Bogit, hogy kezdjük el felírni. Fahéjas Csiga, látlak téged is. Viszont Anna, nem tudom, hogy te hogy vagy fönn, téged nem látlak. Tehát ennyi az ember, akiket felszoroltam. Időrendben, ha azt nézzük, Krisz írta elsőnek a nevét, úgyhogy az első csapatban akkor Krisz, Bogi és Lili jön. Bogi, Krisz, Lili, utána Fahéjas Csigát írjátok fel, kérlek. Egy ilyen 2-3 meccset megyünk, tehát egy kört és utána csere. Ja, nem tud jönni, jó. Hát akkor figyelj, akkor utána Fahéjas Csiga, akkor te vagy a negyedik először, Lili később jön. Írjuk fel, nem húzzuk az időt, Fahéjas Csiga, gyere, meg is hívlak, hogyha minden igaz. Osszátok Instán, hogy indult a live, köszönöm szépen, és nem clickbait a cím, hogy ma focizni fogunk, Fallball Cup. Meg kéne nyernünk egy Fallball kupát, mert hogy gyakorlatilag mi ezt leteszteltük Lilivel, hogy 40-en focizunk az elején, utána ugye felezi, és a végén elvileg 1v1 van, én azt nagyon megnézném, de 3 körig bírtuk Lilivel, bízom benne, hogy veletek eljutunk a végső döntőig, és akkor ilyen 2-3 kört megyünk, és utána cserélünk embereket, jó? Igyekszek arra figyelni, hogy mindenki jöhessen, aki szeretne játszani, többieknek jó szórakozást kívánok, holnapra nagy dolog lesz, de ezt még nem lövöm le, megkérem a modikat, hogy ők se. Aki itt marad a live-ba, el fogom mondani, hogy vagyok. Hát, jobban. Aki volt a tegnapi, közben elindítjuk, volt a tegnapi live stream záróba, azt tudhatta, elárultam, hogy még szövődmények vannak sajnos a torokgyulladás, tüdőgyulladásos dologba. Konkrétan ugye az volt, hogy ilyen véres válladék jött fel a torkomból, arra kaptam most új gyógyszert, reggel kell bevennem, meg ebéd után. Elkezdtem szedni, péntekig szedem, szurkoljatok, jobban leszek. Napközben semmi bajom nincs, csak éjszaka meg reggel vagyok szarul, de ez már a jobbik eset. És most lekopogom, hogy ma semmi ilyen véres dolog nem volt, úgyhogy szurkolok, hogy teljesen meggyógyuljak. Kis koci, és ismerősöm vagy Anna, mert hogyha Steamen te nem jelöltél be, akkor a leírásban van a wishlistem, és onnan be tudsz jelölni, be kell, hogy jelölje nélkül, nem tudlak behívni. Majd megnézzük következőnél. Mongusta Workshop csatornán igaz, igen, próba live-ba játszottunk Lilivel, mert aggódtam, hogy laggol-e, de nem laggol, hála az ígnek. Úgyhogy jól vagyok, köszönöm Dorka kérdésed, és ki hogy vagytok? Remélem, hogy jól. Itt is már sötétedik. Addig focizunk, ameddig nem kell 6-7 perceket várni egy elindításra. Oké, jelöljél nyugodtan, vissza fogok igazolni, mindenkit visszaigazolok Steamen, amíg van helyem, nem kell aggódni. És akkor nézzük a futball világbajnok Dév csapatát. Én most nagyon meg vagyok fázva, én is reggel meg este vagyok rosszul, napközben van, amikor. Oké, Csengettyű, jobbulást! Csengettyűnek küldjünk egy szívecskét, biztatásul, hogy jobban legyen, és minden betegnek szóljon ez a szívecske. Hidd el, meg fogsz gyógyulni. Holnap, vagyis ma este még a tagok figyeljenek majd, mert ma este a live után posztolok csak tagoknak posztot. Ha szeretnél tag lenni, akkor bármikor megteheted, akár most is. Mert hogy olyan dolog lesz, amit először csak a tagoknak posztolok. Na! És akkor
futball egyből akadályal. 40 ember, hát szabályos, ezt kérem szépen, meghatározom, hogy nem. Megállapítom, mit határozom, megállapítom, nem szabad. Aj, de szép gól! Hát 1-0. 1-0 egyből a Dév csapatának, a mongufták bezsebelték az első gólt, ezt folytatni kell, nincs mese, nincs tökmörgés, azonnal megyünk és ráfejelek a falra, falra hány borsó helyett, falra hány patkány vagyok, ott a szép gyönyörű passzot adtam a semminek, de az a passz olyan volt, hogyha ezt Ronaldo rúgta volna, már 1 millió forintot utaltak volna a bankszámlájára egyből. Oda nézni, fejelés! Kivérték, de semmi vész. Mindjárt ott, oly de szép. Azt is úgy Dave-nél van az igazság. Aj, de jók vagyunk. Oda néz, hogy pattog az a golyó. Az a labda. Az csak azt akarja, hogy abba a sárga kapuba bejusson. Hopp, Mikulás. Kedves Mikulás, te nem vagy jó focista. Sajnálom, ezt kell mondanom. De semmi vész. A galamb. Ajja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 jj
középütés trollkodik, kizárást azonnal. Ő nem kap fizetést a mai meccs után, és ki lesz rakva a ligából. Szabálytalanul áll. Egyébként hogy lehet ennyi ember egyszerre a pályán? Valami borzalom, kérem szépen. Ajjaj, hárítani kell, hárítunk! Nem mi vagyunk a felelősök, minden felelősséget. Ajjaj, passz, passz, oly de szép volt, fiam! Te is kapsz fizetésemelést. Nagyon jó focisták vannak az én csapatomba. Megállapítom, hogy a mongufták a legjobb focisták. Csak eddig nem tudtuk. Nem volt eddig FIFA 2021, lehet, hogy egyszer lesz. Ajjajjaj, szépített a másik csapat, hagytuk őket, ne csüggedjenek, 2-1, ne érezzék azt, hogy szarok. És 4-3-2-1. Szép védés, patkány ott a kertbe, vagy a kapuba, és benn vagyunk, gyönyörű. Sponzorokat nézte a szélén, igen, Haliszi Ména. Elmondod, hogy kell bejölni, nem értek hozzá. Hát majd megmutatom maximum, nem tudom elmondani fejből. Yuki Fortune, szervusz, szia! Na, első körbe tovább jutott a... Találjunk már ki valami ilyen FC, MFFC, az olyan, hogy ilyen MONFFC, MONFFC, nem tudom, jöhetnek a foci team nevek, mi legyen a csapat nevünk. Puti, olvasd fel, micsodát, de hát meccsbe vagyok, babám, mit olvassak fel, nem látok semmit tőled. Jaj, mi estünk ki. A bíró hazudott. A bíró hazudott. Miért nem játszik aszfalton a tűzoltó zenekar? Még egyszer. Én már ezzel felmented, akkor már jobban vagyok. De jó. Ha lefizették a bírót, szabálytalan volt. Én akkor végig a másik csapatnak szurkoltam. Meg akarnak vásárolni, nem hagyom. Nem hagyom. De azért szépen örültem, így kell örülni a vereségnek. Na, megmutattam. Megmutattuk. Mert ez nem hangszer. Aj, ne. Jó. Na, utána pedig megmutatom, hogy tudsz bejelölni, Anna, majd mikor csoportváltás lesz. Ash Vistory Rider megosztotta Instastory-ba, hogy megy a live, és a Dark Banana Swarm is. Köszönöm szépen. Instán is kövessetek be, Mongufta Family. Köszönöm szépen, ha pedig még nem vagy feliratkozva, tedd meg, ha jól érezted magad az első meccset, én már csapasd meg azt a like gombot. Ez egy egér? Hát egér, patkány, akármit. Egér, legyen egér. Egér király. Koronája van. Hamarabb szerezek patkány koronát, mint én. Már nem igaz, mert már van. Szia, Dániel, jól vagyok, köszönöm szépen. Tegnap lehetett megvenni, meg aztán még ma is benn van a shopba 4000 vagy 7000 kudosz, nem drága. Patkány, ha egér király, azaz. Diótörül, vagy nem tudom melyik van egér királytól, vannak ilyen műzikelek. Van macskás, meg egeres. Már nincs, mert ugye nekem ott semmi nincs, mindjárt nézzünk majd egy item shopot utána. De még bent van ma, én is úgy tudom, Lili, hogy ott van fönt. Csak ugye mi megvettük, mert mi megtehetjük. Te is megteheted, nem drága. Na, Fallball! Milyen meglepő. Akkor második mérkőzés a selejtező után. Úgy gondolom, hogy meg kell cselekednünk, amit a haza követel.
ki akar kicsi rakást játszani, ugorjunk rá a like gombra. Szerelmem, köszönöm szépen az 1000 forintot, induljon a Donate Hype vonat, köszönöm szépen. Foci Management első támogatója, mai támogatónk Jana. Jana filter nélkül csatorna, filter nélkül olyan dolgokat mutat majd be nekünk, hogy milyen lelki hatással van a foci az emberekre, milyen jó érzés, ha gólt rúgsz, hogyan kell csapatba együttműködni, és milyen jó a csapatjáték. Teljesen jó támogatóként megérkezett az 1000 forintos utalás. Köszönjük szépen! Ez biztasson mindenkit a mostani meccsben, meg kell nyernünk, bebizonyítjuk, hogy a Mongufta FC nem fog kikapni. Tovább jut! De lehet, hogy ez kevés motiváció, ez nem lehet kevés motiváció. Ez egy nagyon jó motiváció, oda nézzé. Úgy van, toljad meg, lovacskám! Ó, 1-0! Ennyi a filter nélkülös támogatás! Ebből felcsigázta a fiúk, lányok hozzáállását, azonnal berepült a labda, nekem meg kifolyik a nyálam. Jaj, de jó! Hát folytassuk ezt a gyönyörű felhozatalt. Kérlek szépen, védjetek! Muszáj védekezni, nem csak a szeg akarom mondani, a fociban is fontos a védekezés. És akkor ott gurítja egyedül Sárga Jankó, Babi Jankó és a ló. Ezt köszönöm a passzot! Oké, nagyon szépen védekezzetek, Dave pedig előre megy és beadja a második gólt. Nem aprózza el, felkészül, fejelés. Nagyon jó, passzolgatunk, húzzuk az időt, 1-0-al is meg lehet nyerni, ez is egy jó taktika lehet, ha azt hiszi az ellenfél, hogy bénák vagyunk, pedig aztán nem. Na, köszönjük ezt a gyönyörű passzt, nem egy battle pass, hanem egy sima passz. Oj, de szép megy a kapura, de sajnos esélytelen volt, de a próbálkozás is dicsérni kell, mert dicséret teszi a mestert, ojjajjajjaj, oppá, gyönyörű passz vissza. Jó, ez be... Aj, csúnya Mikulás, droid, a droidok rosszak. Mit keresel itt a Star Wars-ba kéne lenned? Aj, de szép! Aj, én azt már látom, hogy majdnem bemegy. Ne fogdossál! Piros lapot neki, megfogta a seggem! Nem szép dolog lefogni a patkány popót. Ó, második gól! Hát kérem szépen, hatott az a donét. Úgy érzem, hogy ezzel a csapatunk már is tovább jut, jöhetnek a gratulációk. 2-0-ra a Mongufta SC tovább jutott. Összegyűjtjük és eladjuk, jön a első szponzora a foci mérkőzésnek, így van szexbe és ezért eléggé, hát igen. Tapsi, gyönyörű, jön a második forduló. Na mibe fogadunk, hogy foci lesz? Ha foci lesz, donét? Hát foci, nyertem, köszönöm szépen. Ennyi, easy. Na, második forduló, az első selejtezőn túl vagyunk, be kell bizonyítanunk, hogy a harmadik körön is ott a helyünk. Megfeleződtek csapataink, itt már kispadra ültettük Bélát, Jóskát, Pistát és Dorinát, de mi még megyünk előre, a legjobb embereink itt vannak, Fahéjas Csiga, Bogi, és még valaki. Szégyen, nem jegyzem meg a neveket, amíg nem látok gól teljesítményt, sajnos a nevek azok másodlagosak, de a csapat szellemben nagyon jók vagyunk. Oda néz, mindkét labda gurul, az egyik begurul, 1-0, hát gyönyörű volt, ez gyönyörű volt, mintha én csináltam volna, be kell zsebelni a jutalmat, tehát ha kérdezi a fő góré, a mérkőzés vezető, én rúgtam a gólt, egyértelműen, én motiváltam a játékot, hogy gólt szerezzen az én nevembe. Tehát ez teljesen, úgy be van tanítva a kalapács, nem beszéltük meg a bíróval, de 2-0-ra azonnal be is segített minket a kalapács. Véletlen sem, 3-0, véletlen sem veszünk kalapácsokat a donétból, jöhetnek a donétek kalapácsra, mert a kalapácsok meghozzák a kivárt eredményt. Nagyon fontos, hogy minden focistának szüksége van önbizalomra és kalapácsra. Igazából a labda harmadlagos dolog, gyönyörű 4-0, én itt meg is állhatnék akár, de én vagyok a csapat biztatója, és azért próbálunk mutatni is valamit, teljesen jó. Oda nézzél, adunk-e nekik esélyt? Nem adunk, miért adnánk? Ez már nem az első kör, hanem a második. Ojjajjaj, de szépen kirúgták, mint ahogy páros lábbal rúgják ki az embereket a munkából, úgy repült az a labda is. Nagyon jó, mindkét labda szorul a kalapácshoz, kalapács passzol, kalapács, ez az,
A labda gurul, ki tudja hol áll meg, remélhetőleg a kékek kapujába. Ha pedig nem, akkor én beugrok, mert megtehetem. És már is középütt állok a kaktusszal. DJ Kaktusz, 5-0, innen már majdnem biztos a továbbjutás. 6-0 gyerekek, mit 5-0? Hát kérem szépen, mert mi megtehetjük. Köszönjük szépen. Kot, 7-0, ennyi, easy, megtettük, amit megkövetelte haza, megyünk tovább. Daniel egy darabig igen. Szia Bendegúz, mi újság? Szereted a focit amúgy? Délmúltan beszéltük, azt mondtad, fogadjunk ezerbe, tessék, jön a megadta, ennyi. Így van, TikTokon is Mongusta Family néven találtok meg, köszönöm szerelmem, szia Anna! Addig lesz focsi, igen. Kalapács passzol Dave-nek, igen. Jó játékot vagy live nézést mindenkinek, szia Sára, köszönjük! Igen, Cristiano negyedik focista, de ezt titkoltuk eddig a meccsig, most bevetjük, most már elárultuk, hogy Cristiano Ronaldo itt van a csapatunkban, és innentől a 7-0-ás győzelem után minimum egy 3-1-es. Ott meg a Mikulások beszórakol, mi az a sok Mikulás? Azt hiszik, hogy Mikuláskor minden jó, van zsákjába két golyó, de a Mikulások csapatának megmutatjuk, hogy ők nem menjenek szánt húzni, vagy azok a rénszarvasok. A télapók nem fizethetik le, meg akarják venni a gyerekeket, oda nézzé, 1-0 azonnal, télapó itt van, nem lesz ma gólja. Nagyon jó. Hogy van ennyi télapó a csapatban, nem értem, mit csinálnak a Mikulások, nyáron kérdezhetnétek, illetve ha lemegy a karácsony, úgy látszik a Mikulások aktívan fociznak. Tehát innen már megértjük, hogy minden Mikulás nekiáll focizni. Megtudtuk a Mikulás másik foglalkozása, futballista, de sajnos nem áll jó neki, mert már fájnak a virgácsai az öregnek, 2-0. Teljes mértékben elégedett vagyok a csapattal, én válogattam össze azt a három embert, a többieket random dobta a gép, de szerintem olyan csapatot alkotunk, amilyet még nem látott ez a föld. Tehát konkrétan az van, hogy ha azt most mi előre visszük, meg lesz a harmadik gól, én már érzem, ott jön a télapó. Télapó, túl kövér vagy, sok volt a csokoládé, meg a növényi pacal pörkölt, úgyhogy sajnos a télapó kiborult, elgurult, harmadik 0, 3-0, ennyi, easy. 3-1 a télapónak is legyen karácsony, kapott egy gólt, na. Mégiscsak ő hoz nekünk ajándékot, azért figyelembe vesszük. Oda nézzé, 4-1. Ajjajjajjajjaj, mindkét golyó megy a felénk, mármint hogy a labda, nem golyó. Nagyon szép, valószínű 4-2 lesz, de lehet, hogy nem. Oda nézni, vetődik! A télapó véd, a másik télapónak passzol. Hány télapó van? Ez az! Oly, de gyönyörű lenne még azt befejelni, de nem baj. 4-1-re tovább jut a Mongusta FC. Köszönöm szépen a figyelmet, megyünk tovább. Ó, Bogit kidobták. Sajnos Bogi nem rúgott gólt, azért dehogy is. Köszönöm szépen. Amúgy nem csak focizni fogunk ma, csak ezzel kezdjük. Nagyon jól teljesít a Mongusta FC. Na most kell belecsapnunk, a lecsóba. Hát ez... Hova lett a focilap? A télapó beperelt minket, és úgy döntött, hogy innentől nincs focizás. Akkor mégse 1v1-ezünk, hát akkor éljük túl. Valamelyik Mongusta nyerje meg. De pont ez a pálya, amihez kéne a térlátás, ami nekem nincs. Így is baj van a szememmel, de majd most concentration level 1000, vagy bejön, vagy nem. Hullnak a fa levelek, és mellette a földek. Itt vannak a férfiak, na meg a hölgyek, ajajajajajajajaj. Futkorászunk. Jókat kacarászunk, gyönyörű védés. Ujj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 
Ujj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 j
Bevetted? Sajnálom, bele kellett nyúlnom. Elnézést kérek, hogy megfogtalak, kedves egértárs. Nem lehet őket kizökkenteni. Ez a baj. Ez a baj. Ajjajjajjajjajj. Hallod, meddig ugrálunk még? Hoppá! Elestem. Bakker. Beszédítem? Easy. Kis cica, tessék letakarodni a pályáról, jó? Basszus! Nop, nop! Oh! Rage. Egy kedves kis bazd meg bocsánatba neki. De majdnem. Második. Ne, szegény kezem! Na, nem baj. És erre jövök. Szia, Chris Berta! Igen, hát kicsit felcseszett. Na, megmutatom gyorsan, hogy hogy tud bejelölni Anna, mert hogy ő is szeretne majd játszani a következőbe. Kijelző felvételt kaptok addig. Megnyitjuk a Steamet, és akkor itt van elméletileg, hogy barátok a saját neved alatt, és akkor itt barát hozzáadása, és akkor itt a barátkódom, ezt vagy bemásolod, 912967003, ezt bemásolod, ide rányomsz, hogy beillesztés, vagy bepötyögöd, és akkor ki is dob, 69 közös barátom van magammal, és akkor megnyomod, és így, igen. És én visszaigazollak. Röviden ennyi. Na! Szia Benya, pont második lettem, lemaradtál nagy foci mérkőzések utáni fináléről. Neked is biztos meg lesz egyszer, Bogi. Tudom, szerelmem, ez csak egy játék, de... Legrosszabb így másodiknak lenni, hogy egy hajszálon múlott. A kövibe csapatcsere így, bizony. Anna elvileg, ha bejelölt, akkor megvan. Te vagy az Ádám nevű felhasználó? Bocsánat, rá kell kérdeznem a felhasználó névre, hogy az te vagy-e. És akkor Lili, meg még a fa... Valaki még volt, Csengettyű lesz a harmadik. Igen. Szia Benya és Bodza, hogy vagytok? Rendben van, szia szerelmem, köszönöm, hogy itt voltál. Semmi baj, köszönöm Benya, remélem jól vagy. Bátyád, én rendben van Anna, akkor azt tudom, hogy te leszel, akkor még itt tölt, addig vissza is igazollak. Megjött a barát felkérés. Elfogad, meg is történt. Reméljük talál embereket, ha nem, akkor utána a foci szezonnak vége és csak normálba megyünk. De azért büszke voltam a csapatra, eljutottunk a fináléig, második lettem, még mindig nem, de most voltam a legjobb, tehát ennyi ideig még soha nem maradtam fönn ezen a pályán. Amúgy olvastam, hogy írtátok, hogy menjek oda és fogjam meg, azt akartam a végén, csak akkor, amikor begyorsított, féltem, hogy leüt, amíg megfogom, úgyhogy
ez lett a vége. Na nem baj. Akkor újra focizunk egyet. És utána szerintem megyünk simába is, mert fociból is megállt a sok. Na, 40 emberrel foci híra. Nekem reszketett a kezem, de leestem, ez ilyen adrenalin. Szia Harriet, Victor Ryder, hogy vagy? Pörgő finál kéne. Az a pörgő. Igen, azt én is adnám, az nagyon jó lenne, de az nagyon ritkán adja. Há! Négy labda a pályán! What? What? Ez mi egyből? Oda néz, négy labda a pályán. Hát abból háromat be kéne löknünk legalább. Bár ahogy ellátom, vagy ellátom, mi vagyok én, ellátmányozó? Tehát ahogy látom, nem állunk fényesen. Az előző csapatunk jobb volt, sajnos új embereket igazoltak be a szövetségnél, akiket én nem hívtam, de a szövetség tévedett. Nagyon tévedett, 2-0-ra állunk. Vesztésre, ezt elfelejtettem hozzáfűzni. Négy labdával nem gyakoroltunk, ez is tény. De ami késik, nem siet, még meg lehet a győzelem. Vagy nem. Szia, Jenny, SSO, köszönöm szépen, jól vagyok, remélem te is, ez szép lett volna, ha nem védik ki. Oké, egyet szépítettünk, de már 4-1, eléggé síralmas a helyzet. Úgy, ezt be kellene akkor is oda még fejelni, lökjetek be, hallod, gyere. Na, aki szeretne jó focit látni, az nézze vissza majd az előző meccsünket, az gyönyörű volt. Válogatott magyar bajnokságból. 5-2! Örülünk, hogy jól vagy. Ó, gyönyörű hárítás. Na ennyiből már egyet csak belökünk, nem? Nagyon szép! 6-3! Úgy, ezt lökjük előre, úgy. De az üdítő ott mit áll? Nem csinál semmit. Jaj, bemegy? Az benn van, 7-4. Hát szépítettünk sokat, de sajnos kiestünk. 8-4. 8-5? 8-4. Szia Veronika! Meg vagyok már ma online órán, háromszor elment a netem. Tanító kikészült tőlem. Hát ez most egy gyors kör volt. Nem baj. Köszi az eddigieket, jön új csapat, srácok. Igen, elvetileg itt kéne lenni az egérnek, ha minden igaz. Nem tudom, hogy még ott van-e. És akkor... nem tudom, hogy kell feloszlatni. Leave group. Csengettyű, Ádi és Lili jön. Tehát Ádi karakternév. Csengettyű és Lili. És innen is köszönöm Boginak, Krisznek és Fahér Csigának, ügyesek voltatok. Jelöltelek, de nem tudom minek. Figyelj, lehet, hogy lesz olyan játék, Krisz, ahol tudsz majd jönni, vissza fogom igazolni a live után. Ha pedig még nem nyomtátok meg a like gombot, akkor csapassátok meg nyugodtan. És kérlek, fogadjátok el a meghívást, mert addig nem tudunk tovább menni. Viszont ezt Anna nem tudom elmagyarázni, hogy hogy fogadod el, mert én mindig hívni szoktam. Ha valaki tudja, írja le a cseten. Valakit nem jót hívtam? Ja, Lili helyett félre nyomtam. Cserepes paradicsom vagy? Oké. Okay. Megzavartunk valakit GTA közben? Elvileg meg vagyunk. Még szerintem Anna még nincs itt, nem? Anna, fogadd el, kérlek, addig nem tudunk menni. Oké, hajrá, addig Bogi. Ha nem sikerül elfogadni, akkor viszont mással kell jönni. Sajnálom, mi történt? Anna írt valamit. Csak szeretném, hogy pörögjünk, srácok, tehát hogy vagy indítsuk el. Mindig akkor van kedvem
eszeszózni, amikor te valami más játékba szlájvodunk. Nem baj, holnap eszeszó lesz, úgyhogy. Nyomd le a shift tabot, és el tudod fogadni, viszont Anna, körülbelül 2 percet se tudok várni, mert szeretném, hogy haladjunk, akkor utána levő körbe jössz, ha nem fogadod el. Ugyanaz, mint Fortnite-nál gyerekek, nem szeretnék az invertárba állni órákat. Akkor addig csengetjük, vagy addig Chris-t visszahívjuk, ha még itt van. Sajnálom Anna. És akkor most megyünk simát. Utána jöhet Bogi, persze. Hali, otthon hagytam a fülhallgatót, amit csak csetet tudok olvasni. Szia Zsolt! Igen, jelzd le nyugodtan a szólót, meglátjuk meddig jutunk. Anna, te meg próbáld az alapján, amit leírtak, mert leírták pontról pontra, hogy kell elfogadni. Vagy következő live-ra kigyakorlod, vagy ilyesmi. Nekem sem minden elsőre nem kell elszomorodni. Nagyon szép foci meccsünk volt fináléval együtt. Érdemes visszanézni azoknak, akik most jöttek. Nagyon menci egér vagy, tudom. Nálam szebb egér már csak a főputkány. Nem tudom. Ki lehet nálam szebb egér? Miki egérnél is szebb vagyok. Kinek volt könnyű napja, jó napja? Meséljetek. Imádom Puha Putkán skinedet. Suliba írtunk egyszer egy dalt Puha Putkányról. Na, hogy? Hogy ez lett a téma? Egyet tudok menni, mert utána rögtön mennem kell. Ó, sajnáljuk Lili, rendben. Akkor utána behívjuk, akit éppen fel lesz és tud írni. Akár Dorka, hogyha van kedved, te is jöhetsz. Semmi nem kötelező, csak tudom, hogy neked van. Meg már játszottunk egy. Gazdag, mint a templom mongusztája. Ennyi! Na! Jó kis téli pálya, 1000 éve nem volt. Hallod? Szétesik. Tömegnyomor, engedjétek előre a királyt. Erre fellöknek. Ide bejövünk. Nem, leboxol, persze. Hallod? Ma minden ütést üssetek, verjétek szét a fejem. Szia Yellow Tree, hogy vagy, mi újság? Csak egy foci meccsről maradtál le, és egy fináléről, ahol második lettem. Milyen napod volt, hogy vagy? Okay, jövök. Mindjárt jön a szélroham. Nem szívroham, csak szélroham. Hoddog, menj az utamból, mert esküszöm, bekaplak. Ez az. Rá szeretnék én is ugrani! Úgy. 24-én 10. Ez egy jó kezdés. Igen, remélem 10-be juttok. Jó, a paradicsom bent van, és ezzel szerint a többiek is. Ez jó pálya. Szeretem. Szeressem. Most jöhetne a lyukon átugráló. Abba lettem már első live-on kívül, csak senki nem fogja elhinni, amíg nem látom. Ja, edzés. Jó, félrenéztem, hát elnézést. Nem hiszem el, ennyi. Jóval azért van, aki elhiszi, szép volt. Hát nem lyukazunk, hanem ezt nem szeretem annyira, de átmegyünk rajta. Jeges finálé. Hát az necces, mármint hogy jobb, mint a sima. Második lettem, Zsolt. Majdnem koronáról, sajnos. De ez a kérdés szerintem félig ilyen költői volt, ugye? Vald be. Csak jó fej akartál lenni, hogy megkérdezed, hogy maradtál-e le koronaszerzésről. Amúgy tényleg majdnem, ami nálam az én meglepő. Hops! Lőj előle, told meg! Told úgy, nagyon jó. A galamb, jön a galamb. Gilin galamb. Ó, hogy a rohadt egér! Lökjetek le, parasztok, esküszöm, fölmászok.
Hopp! Gyönyörű ez az egér király hátulról. Egér farkincám van. Csak úgy mondom. Nagyon szép. És itt átmegyek, vagy nem lehet fogadni? Én is erre fogadtam, köszönöm. Oly, de szép passzolás volt, csak a galamb ne lökne föl. Általában, ha az ember elengedi a galambot, azért nem esik el jó esetbe. Nyugtassatok meg, hogy ez így történik. És most itt még egyet muszáj védekezni, és akkor mehetünk. El akart kapni a csúnya farkas, pedig nem is vagyok piroska. Tudtom, hagyd békén! Easy peasy. Jobb napon, mint te. Így van, vannak az életben nehezebb napok, de mindig azt szoktam mondani, hogy ha valakinek rossz napja van, hogy annál már csak jobb élet, nem? Nézzük pozitívan. Úgy látom, ti is bejutottatok. Jön a farkas üdítő, mármint hogy az oroszlán farkas üdítő nem jön sehova, de leesik. Megy a bablevesbe. Azt beszéltük jelenlába, hogy itt alatt a Mariska néni főzi a babokat, és ilyenkor beleesik a bablevesbe. Őket már megeszik. Így járta. Rip. Mariska néni jól lakik. Bocsi, Dév, hogy nem fogadtam el, csak nem nézett. Semmi baj, azért mondtam Anna, hogy majd tesztelges live-on kívül, aztán valamikor összehozunk. Szia Liliana, hogy vagy? Na, Freezy Peak, ezt nem szeretem ilyen harmadiknak, mert itt ha nem vagyok a top 10-11-be, akkor nagy eséllyel kiesek. Ezt nem örülök, hogy ez jön. De látom, hogy nem én vagyok az egyetlen. Bár Krisztián örül, csengettyű, nem. Igen, Lili, leírták a csetre. Egyre jobban játszok, szerintem köszönöm szépen, igyekszek. Amúgy tényleg, live-on kívül sokkal jobban játszok, egyszer esküszöm, benyomom az OBS-t és úgy játszok. Csomószó voltam második. 19, határeset. Az egy szép szám. Hopp, tudtam, hogy beboxol. Nem baj. A hógolyó! Ó, hogy pofán nyom a hógolyó! Szeretnék feljutni a sárga köves úton! Dorot is esett el! Meg a bádog ember! Na! Túl sokan vannak elő, ez már necces. Ó, hogy a nagy hógolyót tapadjon rá valakinek a képére? Ne! Hát mit csinálsz, te nyomorult patkány? Na jó, szopat a játék, gyerekek. Ne dicsérjétek meg, hogy jól játszok, mert ilyenkor jön a nagy szopás. Ez az. Ez mi volt? Na ennyit arról, hogy jól játszik Dave. Köszönöm szépen. Kb. Így már vége. Túl sokan vannak elől. Na? Nője sikítással, de benn vagyok! Ez az! Tudtam én, tudtam, mit izgultó! Gratul, köszönöm! GG, sajnálom, aki kiesett. Ez ilyen hajszálon múlott. Jó helyre csúsztam, jó kell csúszni, na. Ennyi. De most ha benyom egy volgáiszt, agyvérzés. Ez se jobb. Ó, nem baj, ügyesek voltatok. Ezen is voltam már első, de ezt se hiszi el senki, csak Jana, mert ő látta. Ó, az akarom mondani, miért kellett oda tenni azt? Jó, mindenki az aranyért fog menni, úgyhogy én azt le is kakkantom. Nekem jó az egy pontos is. Ezen úgy voltam első amúgy, hogy felszedtem egy aranyat, és utána pedig simát és vége lett, de az megismételhetetlen egyszeri meccsem volt. Hát nem így. Jó. Easy! Kettő! Kettő! Figyelsz! Köszönöm, hogy kihúzod alólam, te kis senki házi! Én vagyok pedig a patkány.
Basszus kulcsos nokedlis tésztás harmónika! Hát miért nem ugrottál át rajta? Nézd meg, ezek nem bírnak átugrani, de Isten! Jó! Három! Hol van Luke? Luke-ot! Gyönyörű volt, fiam. És beleugrott, basz! Majom. Nagy majom. Ezt elcsesztem. Ki fogunk esni? Eltökölöm az időt az ilyen szarokkal! Jó, ez esélytelen. De én is átestem rajta! Vége! De azért köszönöm a gratulációkat. Ez egyértelmű volt, feléig jutottam. Olyan, hogy nem vagy nyugodt, lehetetlen, mert csak kapkodsz, igen. Ezt akkor lehet megcsinálni, hogyha legalább egy aranyat felszedsz. Basszus Lili, én azt hittem, hogy te már kiestél, azért nyomtam ki. Na mindegy. Én azt olvastam, hogy mindenki kint van. Mert senki nem írta, hogy te bent vagy. Te se írtad, hogy bent vagy. Hát sajnálom. Azt hittem, hogy mindenki kint van, mert mindig írjátok, hogy bent, és nem írta senki. Szia Neo, Hexagon, na jó, hajrá! Viszont akkor Lili még meccsbe van. Mindig megnézzük az item shopot. Három koronás, elég drága. Ez egy ezreses, ez 3000-es. 3000-es a rózsaszín, grabber név 1000. 3 korona, 5 korona, ez, hát indokolat. Köszönöm szépen, de letiltott a Nightbot ilyen karakterek használatára. Na, mert nem érzékeli úgy. Akkor még Lilit elvileg várjuk, vagy most Lili bent van, not ready, playing game, igen, igen, igen. Vagy várjál, vagy most mi legyen? Jó, muszáj új csapat, ki van most bent? Csengettyű, fahéjas csiga. Próbálok rájönni, kikkel vagyok csapatban, de írjátok meg a cseten, légyszi. Igen, Chris helyére mondtuk Bogit. Chris, ki tudsz jönni, hogy Bogit behívjam, kérlek? Tehát, hogy ki tudsz jönni a csapatból, anélkül, hogy én oszlassam? Köszönöm. Tudom, most veszlek be. Ugye Chris ilyen beugró volt most. Köszönöm. Hát én mesélek nektek, 24-en vagyunk jelenleg. Holnap nagy dolog lesz a csatornán, és holnap lesznek először olyan emberek, akik elérik, hogy fél éve aktívan tagok. Erre egy új emót jelenik majd meg a fejük mellett. Ugye láthatjátok, hogy Bogi mellett ott a motkány. Nem is látom, igen, Liliana rózsa mellett ott a kis körcsögünk, ez ugye azt szimbolizálja, hogy hány hónapja támogató tagunk. És akkor holnap lesznek az első fél évesek, ugyanis fél éve van tagság a csatornán, úgyhogy innen is köszönöm szépen az összes támogatást, srácok. Holnap érkezik az első fél éves emberke, lehet, hogy többen is. Nagyon szépen hálásan köszönöm nektek, és egy nagyon ikonikus dolog lesz majd, ami a fél évesre bekerül oda mellétek. Jelenleg a Pikachut látjátok, de nem az lesz, az csak azért van ott, hogy meglepetést okozza. Úgyhogy, ja, Lilinek mennie kellett, úgyhogy akkor Chris visszahívunk, tényleg mondta is, hogy ő neki mennie kell. Rendben, ügyes voltál, mehetünk tovább. Így van, egyelőre az van ott, de hogy majd meg fog változni. Ez még egyelőre nem itt lesz az emótok közt, amiket így tudtok ugye használni, hanem majd a
majd mellettetek, de idővel, ha elérjük az 50 tagot, akkor be fog kerülni. Ez nem én mondom, hogy 50 tag, hanem a YouTube állítja így, hogy akkor tudom betenni az új emojit. Tehát jó lesz, jó lesz. Nagyon gyorsan telik, én se hittem, hogy már fél éve van tagság, gyerekek. Holnap lesz fél éve 20-án. Gondoltátok volna? Nagyon durva. Fél éve. Hát el se hiszem. SSO Live-ba hoztuk be a tagságot, és holnap SSO Live-ba fogjuk fél évesen ünnepelni. Úgy megfogtalak volna, Bobi. Tudom. Ennyi. Ennyi. Eddig amúgy aránylag tök jó meccseket mentünk. Hanyadik lettél, Lili? Mi lett a vége? Ezt még le tudod írni? Na, téli pálya? Vagy másik kezdő? Hello, Beatrice SSO, hogy vagy? És aki még nem tette, tegyétek ki Insta-sztoriba, hogy megy a live. Még megyünk egy jó pár kört. Hit parádé, ezt szeretem is, meg nem is, de amúgy inkább szeretem. Meglátjuk, mire jutunk. És akik a 400 forintos tagságban vagy fölötte levőben vannak, azok ma este látni fogják azt, hogy milyen játék várható melyik napra, mert most a heti terv az már megvan, azt egyelőre ott tüntetjük fel, a többiek pedig mindig aznap látják, hogy milyen live várható. De ha te tag leszel, akkor ezt is előre megláthatod jelenleg. Pólódon game over. Hát reméljük nem lesz az. Sajnos vines vagy winner pólom nincs, vagy Dave the King olyanom sincs. Alig volt talaj 10/6, értem. Ó, hát figyelj, megvezetek én itt, mindenkit vezetjük a sort, és lelöktek, a levegő lelökött, meg amúgy toltak egy picit hátulról, nem baj, megyünk tovább, ez még meg lesz. Úgy kalózkomám, toljad a vikinggel, meg a ninjával. Nagyon szépen haladunk előre. Ott a tömegnyomorban nem fogok átérni, de azért csak átvergődök ott a kapun. Kapucni. Akarom mondani. Nálunk mondták vidéken, így azért mondtam úgymond. Itt szépen átzsalunk, átcsúszunk, mint a tusfürdő a hónaljunkon. Na! Azt hittem beugrottam, megálltam. Amúgy top 20, amúgy top 10 is lett volna. Nem tudom előre, Anna, hány órás lesz, ameddig kedvem van. Szia, Azazel! Mi újság? Hogy vagy? Milyen napod volt? Épp előbb újságoltam, hogy holnap már fél éve, hogy lesz tagság, és akik töretlenül voltak, azoknál már új emoji, új emót jelenik meg. Kíváncsi leszek, hogy... Meg hát utána is a napokban mindenkit be fogok olvasni, aki mellett új emót lesz. Ma az azt jelenti, hogy több mint fél éve támogat engem is Janát, és hálásan köszönöm. A legyen ez Super Matrica, Super Chat vagy tagság. És azért is mondtam most ezt Azazel, mert hogy te esélyes vagy, hogy az első napokban, én úgy emlékszem, akikben biztos vagyok szinte, hogy a Zsolt, Azazel, Lili, senki lánya, Galambos Dorka, ti nagyon végig szinte tagok voltatok szerintem, de jóval többen vannak, nem tudom itt a névlista, nem van a leírásban. Szerintem Piper is esélyes, Bogi is, talán Vivi Alice is. Nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ki mennyi ideje lesz tag, de hogy úgy emlékszek, hogy szerintem nagyon sokan esélyesek vagytok. Random buff, bocsánat. Sokan esélyesek vagytok, hogy ebbe a hónapban már ott lesz a fél éves támogatási jelvény mellettetek, amit hálásan köszönök. De ezt majd megköszönöm mindig, mikor már látom, hogy ott lesz. És mondom, ikonikus jelzés lesz. Holnap lesz fél éve, 6 hónapja lesz holnap, 20-án hoztuk be. Azért is mondtam, hogy holnap SSO-ba így kiemelten emlegetjük majd, hogy fél éve tagság létezik a csatornán. És az a durva, hogy hogy elrepült ez a fél év? Tehát, hogy olyan, mintha még csak pár hónapja lenne, nem? De most nem. Hoppá! Dave szereti, hogyha így meglökik. És így egy top 4-be csúszik. Hoppá, elém repült egy másik jó egér. Top 4. Így van az, hogy Modi, így van. 5 hónap és 15 napja vagyok tag. Az nem sokára, az is átvált 6-ra. Nagyon király. Tényleg. És ezt az emotot is, ami majd megjelenik a fejetek mellett, ott a nevetek után, mint ahogy ott vannak a motkányok,
azt Alíznak köszönjük innen is. És akik pedig még kevesebb hónapja támogatók, azt is köszönjük, ők is el fogják érni. De egy évesre, aki egy éven keresztül támogat, arra valamit ki kéne találnom, valami nagy ajándékot, de még nem tudom mit. Ahogy meg gondolkozok. Fél évnél is gondolkoztam, csak semmire nem volt időm. De az egy évesnél szeretnék valami köszönő kis dolgot, de még nem tudom, hogy mit. Még van fél évem. Haha! Legalább. Legalább. Hát, harmadik Kriszedről elfelelkeztél, dude? Hogy érted? Te is régóta vagy Krisz Berta, azt tudom. Jó lenne úgy felmenni, hogy ne csesszem fejbe a hógolyót. De mondjuk miért itt megyek, amikor amott van az a felfújó? Áááá, bakker! Több időt vesztettem ezzel, mint amit nyertem. Nagy hógolyó ez akadály. Ne! Itt nem bírok normálisan ráesni, ezt nem hiszem el. És nézd meg, nem dobod fel, addig beszarsz. Ez a biztos. Ne lökjetek már előre, rohadt kis... Úgy van, meg is értemled. Bocsi boszorkány, töltsön fogás vissza. Ez a jó fogás! Jófogás.hu! Ha szeretnéd, hogy elrepüljön egy boszorkány hátán, hívja Dévet. Ne ess el! Miért kell mindig elesni? Örülök, ha tetszik, amit csinálok. Pontosan első nap óta. Na, akkor nálad is nagyon esélyes, Krisz. Ez az, benn van a galamb is. Hajrá, potkány! Haj, a potkány kiesett. Ki volt a potkány? Ki van bent és ki nem? Írjátok a cseten, srácok. Na, Krisztián bejutott, nagyon királyság. Ó, sajnálom, Bogi. Pedig szurkoltunk. Na. De miért kell a hupszi legencet erőltetni? Azt mondtátok, nyugodtan kell csinálni, nyugodt leszek. Nem vagyok te, de majd akarok, csak nem tudom mikor. Figyelj, ez csak egy lehetőség. Mi örülünk, ha az vagy. Egyelőre van matricás tagság, meg közös játékos, meg ilyenek. Úgyhogy mi csak örülünk neki, hogyha az vagy, de semmi sem kötelező, ez csak egy lehetőség. Az sehogy se jó ott, köszönjük. Miért érzem azt, hogy sokkal nehezebb dolgunk lesz, mint egyébként? Ott az aranyat már bezsebelte egy jó képű fiatalember, aki sajnos nem én voltam. Nem, ez az enyém lesz, oda néz. Egy pont. Egy pont a Gryffindornak! Jó, őket lelöktem, kicsit szemét módon, de muszáj, hogy megnyerjük. Nagyon jó. Muszáj visszajutnom föntre. És lelöktek, basszus kulcs. Ez baj. Ez meg lesz innen. Gyönyörű. Öt! Egyet még! Egyet még! Basszus, hogy ugrok így? Szükségem van még egy pontra! Az enyém lesz. Mondtam! Nekem 23. el az félre szoktatták. De jó, Bogi. Sok kicsi, sokra meg, mindig szoktam mondani. Közben majd beírtad. Közben megvan, megcsináltam.
Mondtam, hogy nem engedem el addig, amíg nem tudok ugrani. De jó, hogy nem jutottam tovább már csak a pálya miatt. Gyakorolni kell ezt is. De na, 9, akkor finálé nagy eséllyel. Krisz, veled mi van? Bejutottál? Oh! RT? Az ez. Jó. Mert volt már, hogy odaugrottam gyerekek a koronája, és nem fogtam meg. Ez nem lesz, tehát ez a, mi a legkevésbé megy, de nem adom fel, hajrá, hajrá, első sor, talán, vagy hátsó egér vagyok. Na küldjétek a Mongoofta Powert Krisznek, és nekem valamelyikünk nyerje meg. Hátsó egér, első egér. Első egér! Ez két esélyes gyerekek. Úgy. Easy. Easy beasy, lemon crazy. Vagy sneezy, nekem mindegy. Nagyon jó. Ojjaj, dupla golyó a láthatáron! Basszus, hogy fellök a golyó! Oj, ne! Oj, no! Ez baj! Ó, hogy a hülye labdák pont a pofámba csapódnak! De galamb! Az a Krisz! De Krisz! Áááááá! Majdnem! Közel, de mégis olyan távol. Szia Andrea, köszönöm, jól vagyok. Nem baj, közel voltunk. Kapunk jó sok pénzt. Jaj, nem, azt csak reflexről mondtam, hogy elém ugrott, tehát nem tehetsz róla. Hát te is versenyző vagy, ne viccelj. Ne vedd magadra. Van egy szabad helyünk, megpróbálunk még egyszer Anna behívni. Próbáld el elfogadni, hogy leírt a Lili is. Valaki írja be. Szia Mufi, mi újság? Megvoltak a félévi dolgozatok, és hogy sikerültek? Mesélj! Addig is Anna, próbáld elfogadni, várunk egy ilyen 2 percet, és ha nem sikerül, akkor viszont megyünk tovább sajnos nélküled. Én behívlak, tehát itt látjátok, hogy invite, és behívtalak, próbáld elfogadni, kérlek. Fenn vagyunk Instagramon, Mongoofta Family néven, köszönöm, hogyha bekövetsz, akkor nem maradsz le a dolgokról, illetve ha megosztod Insta sztoriba, azt is köszönöm szépen. Aztán megjött a hóember, akkor redízzünk, mehetünk. Váltunk majd skint, ezután lehet, elpatkánykodtunk majd egy órát, utána lehetnek random skinek, hogyha arra gondolsz, Bogi, ugye azt szoktuk a Fall Guys-ba. Hali Lillam, mi újság, hogy vagy, milyen napod volt, mesélj. Jó, Anna, hajrá, hajrá. És ne légy szomorú, azt írtad, hogy béna vagy. Lehet ezt úgy mondani, hogy negatív, hogy béna vagy, de lehet úgy is, hogy nem vagyok elég ügyes. Mennyivel jobban hangzik, menni fog, én is béna voltam, láttátok az első live-okat. Sok-sok gyakorlás. Hoppá, leverem a mikrofont. Na, téli pálya. Már nincsen téli falu, de van téli pálya. Nagyon kíváncsi leszek amúgy, hogy mi lesz a tavaszi szezon ötletük. Igen, úgy van, hogy egy órán belül nagy eséllyel ugyanazokat adja, de néha változtat rajta, ezt már én is megfigyeltem. De első két pályának nagyjából ugyanaz szokta egy órán át. És amikor egészre vált az óra, akkor hirtelen másik pálya. Na, hogy lökjetek fel. A hógolyót a pofámba, csapjad! Na most ez kiesés lesz. Vagy nem. Azt láttam, hogy az boxolás. Ez az, szépen kivédtem a boxot. Ott a galamb! Követem a galambot, példát veszek róla, mert ő egy jó madár. Oké, nem estem el. Jön a forgószél. Igazából, ha ezt átvészeljük, itt a többi része az már easy. Na, azt még lökjél fel, lökjél el.
Ez az! Majdnem jó! Top 12, köszönöm szépen a tapsot. Semmi különös, sajnos ki kell menni útvarra a suliban, és szétdobálnak kógolyóval, az nem túl jó. Már meséltem, igen, olvastam. Azért mondtam, hogy ne menj ki, de hogyha muszáj, akkor az úgy nehéz. Köszönöm, Andrea. Szia, Trixiket, mi újság? Hajrá, hóember! Nem baj, még fogsz velünk jönni, Kört Anna, belerázódsz. Mióta folgájszozol amúgy, Anna? Ezt nem is kérdeztük még. Emlékezzetek vissza, Janának is milyen nehezen indult, aztán most már aránylag tök jó játszik. Ne mondj ilyet, Anna, belerázott, sokat kell gyakorolni. Hány órát gyakoroltam? Én órákat. Pörgős! Na ilyen még nekem nem volt. Tehát amellett, hogy memorizálok, még pörögni is fog. Hát akkor tudod, ki memorizál, ugrok oda, ahol a többiek vannak. Már bocsánat. Dinnye, alma. Alma dinnye. Nekem elég most ez a kettő. Basszus, le ne essek már egy ilyen szar miatt! Itt a dinnye. Hát basszus, lelök ez a szar! Cseresznye! Hú, narancs! Szöllő, banán. Szöllő, cseresznye, narancs! Szöllő, cseresznye, narancs! Szöllő! Elmileg az a szöllő! Hát nem! Bezavart ez a forgó szar. Szia, Hanna! Hajrá, Krisz! Ez nehéz így. Ez már sok így. Egy-két szezonban a játékosok rosszabbak voltak, most jobbak. Az is igaz. 3,5 óra. Hát akkor még bőven kell gyakorolni. Írtunk nyelvtan röpi helyes írásból, nem volt izgalmas. Napom, értem, és jól sikerült szerinted? Mi újság, Hanna, hogy vagy? Nehogy lelökjön! Innentől finál! Ó, Krisz, gyönyörű. Szurkoljunk Krisznek. Engem kicselezett, én nem bírok koncentrálni azzal, hogy milyen gyümölcs. Nézd meg, mennyi le. Hallod? Finálé. Ez mi volt? Ez kegyetlen. Bogi, te veled mi van? Négyen maradtatok! Az igen, Krisz, korona. Le kell hoznod. Én küldöm az energiát, a mongoose power-t, a cheat, a rakott krumplit, én mindent küldök, csak legyen meg. Hát Bogi, én is láttad, vagy nem biztos, hogy láttad. Hali, Csenge Chanel, semmi baj, örülünk, hogy itt vagy, milyen napod volt, mesélj. Halljátok, apum hozott akkora bögrét, mint a fejem. Az jó, abból sok mindent lehet inni, vagy hát sokat. Megint a Fall Mountain, na hajrá. Négyen vagytok, srácok, vagyis hát Krisz, többiek nem tudom, hogy kik. Hároman vagytok, mert valaki kilépett, ne csináld, nem négyen vagytok? Hároman vagytok, háromból nyerd meg, könyörgöm! Hajrá! Meg tudja csinálni, én hiszek benne. Gyönyörű. Gyönyörű kezdés. A dupla golyó, az mindig van. Jó. Szép! Ott azok benyomták a golyót, hallod ott a kalapácsok közé. Nagyon jó vagy, Krisz? Nagyon jó? Au. Szegény. Hát, ha leesnek! Á, majdnem. Nem baj, szép volt, így is gratul. Sunyi, Esi most már ír a csetbe, nem bújkál tovább. Szia, Esi, mióta vagy itt? Szia, GG, ügyes vagy, Krisz, azért gratulálunk, én idáig se jutottam. És ez szép volt, harmadik lettél lényegében. Én meg látod, egy pálya után kiestek. Ez nagyon szép volt amúgy. Mehet. Ja, várjatok, nem. Random skin csere, mert szeretitek sokan. Egytől 10-ig, vagy egytől 20-ig írjatok egy számot, és aki elsőnek ír számot, az lesz. Azt annyiszor nyomom meg a randomot, és Bogi is beszáll ebbe. 7-es volt az első szám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
gyönyörű sárkányos balerina leszek, ezzel megyünk. Köszönöm, megálltnak a számok, mindig amikor kijövünk és amikor mondom, hogy jöhetnek a számok, akkor kell gyorsak lenni. Mehetünk. Tizenöt perce, kb. Láttam a foci meccset, csodálkoztam is. Random négy labda a pályán, de látod az előtte levőt is, esély, amikor nyertünk a fociba, és konkrétan fináléba második lettem, vagy az pont lemaradt. Már általában azt szokták látni a mongufták, meg a barátaink is, hát ez egyezik, mindegy, az nézők, hogy azt látják, amikor szar vagyok, és a jó pillanatokat nem, azért kell majd kivágni egy montázsba. Jaj, de jó, akkor te láttad a gyönyörű pillanatokat, milyen csapatmunkát hoztunk össze. Nagyon jó volt. Nagyon kevesen streamelnek már Fall Guys, de én remélem, hogy még van benne jövő. Tehát én azért is nyomatom egyelőre. Egyrészt, mert sok mongufta megvette az én hatásomra, és örülök neki, hogy tetszik a játék, szeretnek velem játszani. Másrészt pedig én még hiszek abból, hogy ez nem egy fél éves játék, hanem több van benne, úgyhogy én várom a következő season-t, úgyhogy megyünk. Ott az ananász krokodil. Bogi az ananász. Én vagyok a bossi, és akkor Anna pedig a harmadik, azt nem figyeltem. Nem figyeltem a karaktereket, hogy ki kicsoda. Toljuk meg. Na, falas pálya. Ezt annyira nem szeretem. Mármint, hogy én ezen kiszoktam sokszor kapni, és jön a meg csodálkozik, de ezen hogy kapsz ki? Hát úgy, hogy nem megy. Nagyon jó. Eddig vezetünk? Vagy hát csak egy pillanatig vezetünk. Oda nézzé, behozom a vint! És! Ennyi, nem szeretem, de megnyerem! Így kell hozzáállni. Win. Easy. Azt hittem pedig, hogy leelőz a izé, de nem. Azért vannak ilyen apró örömeim, amikor első vagyok egy pályán. Ügyi vagy, köszönöm szépen, szép volt. Nem estem el, amúgy nagyjából azon múlik sokszor, hogy nem esel el. Semmi baj, ne aggódj, Anna. Gratul a többieknek is, viszont nekem sajnos mennem kell. Rendben van, Yellow Streak, köszönöm, hogy benéztél. Jó. Pihenés egy szép délután. Szép, nagyon jó dév, köszönöm szépen. Cél előtt voltam, az a legkellemetlenebb. Mert mikor beállnak elé, és akkor bemenné, de pont beuglanak. Tundra Run, na ebben már nem vagyok olyan jó, mint az előzőn, de azért még ez szerintem ez menni fog remélhetőleg. Első az első körben, ennyi. Figyelj! Az nekem egy profi, aki minden pályán első, de olyat még nem láttam live-ba. Lehet, hogy van már olyan külföldi, de én még nem láttam olyan magyar videóst, aki mindegyikbe első volt. Figyelj, meg lehet próbálni, de majdnem, hogy az majdnem lehetetlen. Minden pályán elsőnek lenni. Na az már, azt mondom, hogy az már elbajnok. Tehát, hogy főleg így nem leszek első. Cseszétek még rám a harmadik hógolyót is, jó? Nagy, túl nagy a pofám. Nyomjatok fejbe. Hát ez... mondjuk, hogy nem jó, de jó vagyok. Jó, ott középütt kéne amúgy menni, de én ezeket nem tudom, hogy kell átugrálni amúgy. De most bekockáztatom a kedvetekért. Figyelsz. Dév ráhussan. Így is megy. Hát megy ez. Csak itt most a szél vissza fog nyomni. Nagyon jó. A patkány folyton a nyakamba van, nem hiszem el. Jó, top 10, így is, top 10, miről beszélünk. Top 10, szia Niki, hogy vagy? Mit csináljak a lagból? Hát, erősebb gép kell hozzá. Próbáld levenni a grafikát rosszabb minőségre. Ügyes vagy, köszönöm. Igyekszem. Fejlődni. Majd megmutatom, amikor kimegyünk, hogy tudod a grafikát lejjebb venni.
Végül is első után top 10, az egyes benne van, csak egy nulla becsúszott mögé. Nem figyel. Megyünk tovább. Hát most már 29-nél az is jó, ha top 10-en valamennyi lesz. Na jó, ne arcoskodjunk, elég, ha bejutunk. Attól függ, mi jön. Ó, ne már! Ezt jobban utálom, mint a Slime Climbot. Jó, ezen is voltam már második amúgy. Láttátok múltkori live-ban, hogy valaki kiépítette a pályát, én meg csak mögötte mentem. De... ezt nem szeretem. Itt látok olyat, ahol fel tudunk talán menni. Én is ezt néztem. Mondom, ezt néztem, de kapaszkodjál már meg! Sárkány, még egyszer elengeded, esküszöm, fejbe toszlak. Akarom mondani, az azt jelenti, hogy megütögetem a buksiját. Hallod, itt mi van? Ez nem túl jó. Nagyon jó. Ne fogjál már meg, melyik paraszt fogta meg a seggem? Valamelyik megfogott. Na, nem férek el miattatok. Nagyon jó. Ez gyönyörű volt, Dave. Itt akkora esések lesznek, basz, akarom mondani. Ez az! Futás! Harmadik! Halljátok, ma hasítunk! Harmadik! Mi ez a kör, gyerekek? Dave majd elemzed a vidiket, amiket küldtem live után Fortnite-tel kapcsolatos. Meg fogom nézni, persze. Dave Rage Time. Harmadik vagyok, gyerekek! Hajrá, ananász! Szerintem én megyek, mivel nemrég értem haza, három tantekból leszke. Jó tanulás, és köszönöm, hogy benéztél, jó pihenés, visszanézhető lesz a live, ha lesz kedved. Most veszek észre, hogy David Sárkány, szivárványos kicsi, ilyen rózsaszín balettcipővel, így van. Köszönöm szépen, igyekeztem. Na ezen azért nagy szó harmadiknak lenni, erre büszke is vagyok. Csak most már le kéne hozni a finálét is, tehát szép, hogy ilyen nagyon szépen eljutok a fináléig, de most már jó lenne nyerni. De még előtte felezés lesz, mert még rohadt sokan vagyunk. Na, van még mongusta bent? Ó, Bogi kiesett, sajnálom. Hány órát játszottál vele? Nem tudom, a live-ok miatt sokat, mert 5-6 órás, vagy ilyen 4-5 órás live-ok is voltak. Szerintem bőven 100 óra fölött, nem tudom. Na, Krisztián is bent van. Az arckifejezésem mindent elárul. Nyugalom, Dave, előbb megcsináltad, most is meg tudod csinálni. Meg fogod csinálni! Az a baj, hogy igaza van Krisztiánnak, ide nem tudás kell, hanem szerencse. Vagy eléd szálljon le ez a luk, vagy pedig konkrétan átes az aranylukon. Oké, ott az első pont. Mit mondtam? Megmondtam. Köszönöm, hogy arrébb tolod. Hát ezt elcsesztem. Igen, kár rágörcsölni az aranyra. Kettő. Ott a harmadik. Ott a negyedik. Még kettőt! Ötödik! Negyedikként tovább a fináléba! Hát mi van? Hát mi ez? Szia, Luca! Legjobb szériánál jöttél, minden pályán nagyon jó hozom.
Mondjuk itt már csak 10-el jutunk tovább. Á, 2 kellett Krisznek, nem baj. Most már nyerd meg. Hát adjon valami olyan finálét! Tehát, hogy... Nyugalom, menni fog. Akármelyik pálya, megcsinálom. Na? Jó! Ezen már nyertem egyszer! Meg kell nyerni! Izzad a tenyerem, mint a... Szaharába! El ne csesz, Dave, nyugalom! Nyugi, csigavér! Meg tudjuk csinálni. Hú, de sokan jövünk ugyanarra. Oké. Semmi vész. Annyira begyorsított, gyerekek, hogy nem bírtam már visszaugrani. Nem baj. Nagyon begyorsított, és az alján voltam végig. De ahhoz képest sokszor visszahoztam, most már nézzük végig. Na, ki nyeri, a párduc vagy a boxoló? Tigris vagy boxoló? Lehet írni a chatre. Nagyon-nagyon gyors amúgy már. Köszönöm. Igyekeztem. Legalábbis megpróbáltam, de látjátok, hogy milyen rohadt gyors itt már. Konkrétan majdnem, hogy ahogy kijön a slimeból, már bele is ér. Azért gyorsított be, mert nagyon sokáig benn voltunk. A boxoló bebagolt közé. Na most melyik esett le? A boxoló esett le, Tigris nyert. Jó, szép. Ez szép volt. Na, viszont a jó teljesítmény elvileg szintelünk szerintem. Ó, 475, 244 XP, easy gyerekek. Gyönyörű lettem. Fú, azért az adrenalin megvolt. Akkor most jöjjön a szám, aki elsőnek ír 1 és 20 között, annyit nyomok randomra és megyünk tovább. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hát gyönyörű hercegnő lettem, kalóz hercegnő. Na, közben láttam, hogy Instán is folynak a dolgok. Mongusta Family Fun, ugye Luca megemlítette, hogy megy a live, és milyen jókor említette meg. Mert hogy nagyon is... legjobb pillanatba érkezett be a live-ba. Ha jól érzed magad és... gratulálni szeretné, akkor nyom meg azt a feliratkozás gombot, illetve nyugodtan nyom meg a lájkot, és van lehetőség támogatásra. Ha lesz Detroit, Hali, lesz majd Detroit, become human, jó, köszönöm az angol tudásom. Végig játszás amúgy lesz, de mondtam, hogy megmutatom, hogy tudod lejjebb venni a grafikát, beérsz ide, hogy option, és itt ezeken álligatsz. Tehát ezeket próbáld állítani Anna, és akkor lehet, hogy nem fog laggolni. Tesztelgetni kell, többet nem tudok, mehetünk tovább. Lesz persze valamikor, igen. Ez a kedvenc skinem. Tök jó.
ó, csengettyű, lemaradtál, fináléztem, gyönyörű körök voltak, érdemes lesz visszanézni valamikor. Azért erősen neked lett szegezve a kérdés, Dave. Igen, én is azt néztem, hogy meg is lepett így. Hát figyelj, megkaptam a kérdést, Zsolt, lesz. Lesz, persze. Valamikor idén biztos. Remélem lassan megvan az 5000-t is, sokkal többet érdemeltek. Allegria, köszönöm szépen. Szoktam mondani, szóljatok barátaitoknak, ismerőseiteknek, tegyétek ki Insta Story-ba, Insta Post-ba, TikTokra. Ha már mindenkinek két barátja feliratkozik, megvan az 5000, úgyhogy hajrá, hajrá. Nekem megy, frissíts rá, Allegria. Annyira bírom, amikor így hali lesz, az meg a lesz amúgy, tehát megválaszoltam. Mikulás virág vagyok, teljesen jó. Én most lájkoltam a videót, mert nagyon jól érzem magam, örülök neki, a jól érzed magam. Nehéz dolga után iskolai feszültség, meg minden levezetésére tök életes a live nézés. Nem arra gondoltam, hanem a botondéra. Azt nem látom. Zsolt, írd be, én nem látom. Vagy írd meg nekem Messengerbe. Ezen még sose jutottam át. Hát, talán ez az egyik legnehezebb kezdőpálya, ezt adom. A jeges után, vagy jeges mellett. Na, Dave kalóz hercegnője nem teljesít úgy, ahogy kéne. Mindig elborul. Nagyon jó ott a kalapács. Az segíthet. Ez az. Jönnek a gyümik. Papagáj elborult. Papagáj után beslisztanunk 14-ig. Igen. Hajrá, hóember! Nem baj. Sokat kell nagyon gyakorolni. Valaki kérdezte, hány órán van benne, majd azt is megnézzük. Sok, nagyon sok amúgy. Hát így jutottak tovább. Igen, azt pedig elfelejtettem mondani, hogy minden támogatás előre mozdít afelé, hogy még többet live-oljak, úgyhogy szeretnél támogatni, a lehetőség adott, de több reklám nem lesz ma. Na! Finom víz! Csapvíz! Igyon ön is csapvizet! Kincs. Jaj! Hát Anna, az első két live-om, ha visszanézed, Fall Guys első két live-ot, borzalmasan szar voltam. Nagyon sokat játszottam. Oké, örülök, hogy visszajöttél. Igen, azért mondtam, hogy frissíts rá, mert nálam tökéletesen megy, azért is ellenőrzöm telón. Dave, hogy hány órán van benne? Ezt a számot még nem találták fel, biztos valamilyen mongusta szám lesz, ennyi. Na, első sorból megyek ajtót törni, na miben, hogy eltalálom vagy nem találom, nem fogom eltalálni amúgy. Hát az nem törik, de sok hülye követ engem, érthető. Beugrattam csak őket, na. Hoppá, az meg áttörik, csak nem volt elég kemény a feje. Jó, megyünk a tukán után. Én hiszek a tukánban. A paraszt bácsi után is elmegyünk. Paraszt bátyám, oly de pró! Oda nézzél! Hoppá! Ne lökjetek fel! Paraszt bácsi megtalálta a nyerő utat, valószínűleg be is ér. Rám ne essetek, nem vagyok én. Zsák, krumpli, top 7. Enyhén klóros nulla bubis, mert akkor felvásárolom. Ennyi, igen. Csodavíz. Kontrollerrel könnyebb. Igen, én is kontrollerrel tolom ezt ügyetetek. Ezzel jobban játszok, mint billentyűvel. Te tudtad, hogy az az ajtó nem lesz jó. Én tudtam, csak kíváncsi voltam, hányan ugranak oda. Tudod, csorda ösztön. Bent éppen, ügyes vagy, Krisztián? Ja, amúgy ugye nem tudom, kb. Egy-két hete mondhattam, hogy megrendeltük a felsőt az egyik kedvenc animát. Igen, igen, és megérkezett? Ja, 8 nap, oké. Okay. Kiestem a tömeg miatt. Bogi, én is a tömegre fogom, de amúgy viccen kívül tényleg néha a tömeg miatt esel ki. Semmi baj, Bogi.
Oly, de rég slime climboztam, már se hiányzott, nekem hallod. Billentyűvel könnyű, igaz, még nem kontrolláztam. Én nekem csak azért jobb kontrollerrel, mert régen PS-eztem, Xbox-oztam, és egyáltalán nem játszottam PC-n, csak a Heroes of Might and Magic 3-mal, meg 4-jel, 5-tel, 6-tal. És utána kezdtem el azt, hogy mikor elkezdtem streamelni, utána találtam ki, hogy akkor miért is ne lökjetek fel, parasztok, nem hiszem el. Hallod? Azt hittem itt kiesek, mert mondom, legnagyobb csalódást okoznám magamnak. Hallod? Dave, mi a szar van veled? Ennyi volt a menőzés, a slime climb kicsinál. Nope! Meg tudom tolni. Meg ne álljon valamelyik hülye középütt. És csak megállnak, beszarsz. Nem baj, Dévet, ez se akadályozza meg, mert egy prójátékos. Úgyhogy ő bármilyen akadályt legyőz. Kalapos úr, hóember úr, tessék előre menni nyugodtan. Itt nem a helyezés a fontos, hanem hogy nyugodtan megcsináljuk a pályát. Na és itt szoktam elrontani, de most ne legyen ez. Szépen kiszámolgatjuk. Ne fogdossál! Engedj el! Dobhat! Dobhat! Hajrá, cserepes, virágmikulás! Amúgy, igen, ezt olvastam, nekem billentyűvel, igen, bevallom, már nem vagyok annyira hype volt, mint egy hete, ez ilyen. Én billentyűvel jobban tudok játszani, hogy kontrollál is megy nektek, hogy megy nekem jól. Krisz, én majd egyszer rendeltem Kínából League of Legends-es pólót, ide ért, utána szemmel néztem méretét, így lett. Aha, értem. Nem játszottam még csak azzal abból 10 résszel. Köszönöm szépen. Hát ez ilyen hajszálon múlottam úgy, tehát hogy vagy négyszer azt hittem, hogy kiesek. De a profik visszahozzák. Jó, nem lesz arcom, mert nincs mire, mert koronát azt még csak egyszer nyertem. De nem baj. Foci! Bármelyik csapatjátéknak jobban örültem volna a finálé elé. Nem baj. Jana szupercsete emlékeztet arra, hogy ő befizetett a legjobb focistára. Meg kell csinálni. Egyből hátra fogják passzolni a labdát. Védeni kell. Nem bírok oda menni, az betolja konkrétan. Oda néz! Sajnos visszafejelte. Hát bajok vannak, nagyon bajok. Valaki ha nem véd, itt bajok lesznek. Igazából előre kéne, nagyon kevesen vagyunk, most nem 40-en vagyunk a fociban, mint előbb. Valaki védjen, én meg megpróbálok. Az benn van! Kérem szépen, 1-0. Nagyon jó. De ne, a kalapács! Most úgy látszik, az ellenfél vásárolt kalapácsot. Semmi vész. Az a miénk. Nagyon szép. És lehetne... Oj, de jó! 2! Ja! Lökjétek már be! 2-0! Ez az. Harcolunk a kalapács ellen. De én meglöktem. Jó, védekezzünk, gyerekek. Oké. Let's go. Hoppá, 2-1. Húzzuk ki ezt a fél percet, gyerekek. Be ne engedjétek a labdát, mert agykukit kapok. Easy!
És finálé! Szia, MC Board! Örülök, hogy itt vagy legjobb pillanatra! Finálé! Megint a felfutás. Hátamon futkosson a szőr. Meg kell próbálni. A hercegnő kalóz lehozza a koronát. Reméljük. Aztán lehet, hogy tévedek. Megyek balra, hát ha segít. Ó, hogy... Ojjajjajjajjaj. Oké, golyók. Basszus! Ne! Hát igen, ez kb. Ez megy a legkevésbé nekem. Nem baj, finálé meg volt. Ez most ilyen lett. Így is nagyon sokat haladtunk, úgyhogy... Ma csak finálé, de egy mongusztesen nyer. Hát látod? Na mondjatok egy srácot, számok gyors... Számok, mondjatok egy srácot! Mondjatok egy számot! Lesz még... 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Egy gyönyörű, piros képű, zöld hotdog aljú emberrel fogunk tovább menni. És hát babbal. Viszont el kell mennem pisilni, meg hozok vizet. Nem lesz 10 perc a szünet, én benyomom az időzítőt, addig ti is hozzatok nasit, innivalót, és... Jövök vissza, egy 3-4 perc maximum, sietek vissza, addig ne menjetek messzire, akikkel játszok, ők se menjenek, sietek, mindjárt folytatjuk. Király, 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 a béka király. Quack, 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 quack. És csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány királylány. Hogy megtöri csókja a boszorkányát kát. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király hibán, mégsem változok pillanatok alatt. Hiába csókolod meg, a béka mindig béka marad. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsúkol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj, újra egyedül reked a híres béka király. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsúkol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj, újra egyedül reked a híres béka király. Olyan régen várok rád, gyermekmentő. Mutat parasztlány vagy gazdag hercegnő.
király. Király! Itt is vagyok, srácok. Megyünk tovább. Ready. Megjöttem. Szia, Kevin. Mi újság? Hogy vagy? Itt a csokim. Szóval milyen csokid van? Én majd sportszeletet ettem. Mehetünk is ezzel a gyönyörű hotdog seggű, leégett arcú zöld babbal. Ha! Zöld bab, értitek? Még várjuk ott a dino fejű emberkét, ott a hóemberünk, és ott van a... Majd jöhetek? Kevin, te ismerősöm vagy ugye Fall Guys? Tehát Steamen. Majd írd be a neved, mi a Steames neved, és hogyha barátom vagy, akkor persze lesz még egy csere. Télapó csokin van. Azt én is sokszor még ilyenkorig megtartottam. Oké, akkor a következőben jöhetsz majd szerintem valaki helyett. Ha valaki majd átadja a helyét szívesen. Hogy lehet forgatni a karaktert lobbiba? A nyilakkal. Nyilakkal. Meg hát itt nekem ugye ezzel. Gördővel. Azt hiszem a nyilakkal, de nem vagyok biztos benne. Rendben van, akkor majd Bogi helyére jössz a következőbe, Kevin. Na, Dizzy High. Na és hogy megy, Kevin? Én most háromszor vagy négyszer fináléztem, sokszor voltam második, harmadik, de pont nem lett meg. Holnapi SSO-ba. Nem, hát ő a héten nem tud lenni, csak majd szombaton lesz közös live-unk Janával. Én leszek csak, de még nem tudom, mit csinálunk. Lehet, hogy edzünk, attól függ, milyen hosszú lesz a holnapi frissítéses küldi. Megpróbálok szerintem több szerósat, meglátom. Lehet, hogy szinteljük a kis karaktert, még holnap, ez holnap derül ki, Krisz. Az is, hogy melyik szerver, meg hogy lesz. Mindig finálé kb, az király. Azért csak fellöknek. Golyó. Majdnem leestem. Ó, most nincs kalapács, pedig azt szeretem, mikor van. Nagyon jó. Addig, amíg nem löknétek fel! Jó, top 19.
csak egyszer hexagonban úgy vesztettem, hogy egy ilyet maradt és teljesen leestem. Hát ez szomorú. Sajnos úgy láttam, Anna nem jutottál be, semmi baj, sokat kell gyakorolni. Ezt tudom csak mondani, mindenki tanulhat megerősíti. Többiek bejutottak? De amúgy ez nem tartozik a legjobb pályák közé. Nagyon-nagyon sokat, igen. Tényleg. Oké, Krisztián bent van. Bogi, te bent vagy, és Csengettyű, azt hiszem ti vagytok még most, ugye? Fahéjas csiga vagy Csengettyű van még? Azt hiszem Csengettyű, ugye? Na, a rollout simába. Ugye előbb ez volt az egyik finálé, ezt szeretem fináléba. Simába kevésbé. Főleg, ha ilyen sokan vagyunk. Ez engem is le tud vinni, főleg, ha mondjuk gyümölcsöket lő. Valaki már leesett. Fú, de jó, hogy itt volt egy fal. Ó, majdnem átmentem. Ujjaj! Nyugi, 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 meg vagyok. Gyorsul. Nagyon kevesen esnek le. Ilyenkorra már máskor rég vége van. Egyre jobbak a játék. Az ott hogy felmászott a falra? Tényleg nem nagyon akarnak leesni. Csak leestek. Na, ügyes vagy, Bogi. És köszönöm. De ez most hosszú volt. Azaz végtelen spirál volt. Block party, már se hiányzott. Janának ez az egyik kedvenc pályája, nekem nem. Nekem mondjuk úgy, hogy nagyon nem. De kinek mi? És jönnek az ugrálósok.
Ne, majdnem lelöktek. Meg vagyunk. Közben írom a házit, rendben van. Túlszaladtam, ne! Olyan már velem is volt, Bogi Rip. Éppen, hogy meg lesz. Na, király. Na, jó tetted, mi jó tettél, Luca? De miért kell ennyiszer a Hoopsi Legends? Jó, ez ma már negyedszerre jön, kb. Háromszor megcsináltuk, teljesen jó. Még egy és döntő, igen. Hát figyelj, kétszer ez már sikerült ma. Nyugalom, most kevesen vagyunk, arra kicsit mondjuk rá lehet görcsölni, hogy nem vagyunk rohadt sokan. Basszus, pont rá is görcsöltem, amennyire kell. Jó, tudod, kiszaragszik vele. Amíg ezek itt lefogják egymást, addig nem zsebelem be. Basszus, kis. Baj van. Mondhatnám szar van a palacsintába. De miért nem ugrott el addig? Hát ez bukta, gyerekek. Ez egy hatalmas bukta. Semmit nem tudok felszedni. Jó, egy megvan. Az a baj, hogy már csak kettő hely van. Ez az egy, ez kb. Semmire nem elég. Mondtam. Na, Krisznek szurkolunk. Ez innen már tudtam, hogy nem lesz meg. Nem jó, hogyha ennyire kevés ember megy be. Nekem ez több idő kell. És az egy pont is éppen, hogy meg lett. Na, Krisz, hozd le Vinre. Elmosodott textúrával játszani. Én normálon játszom, amint ahogy be volt állítva. Izgulok. Nem kell, menni fog. Öten vagytok, Krisz, ez nagyon jó, ha ilyen kevesen, vagyis hatan vagytok. Nagyon jó lehet. Ez mindig akkor jó, ha kevesen vagytok. Hajrá, hajrá. Nagyon jó. Gyönyörű. Óvatosan. Szép, nagyon szép. Paradicsom le is esett. Nem baj. Csak nyugodtan, nyugalom, nyugalom. Így szépen, nagyon jó. Ez szoros. Oké, az le is esett, király. Nagyon jó vagy. Easy. Jó, ezért szurkoltam, hogy ott kékre essél. Szuper, szuper. Én már rég leestem volna, ez nagyon jó. Így. Eú, nem baj, tiéd az egész terep, ne aggódj, nyugi. Jó lesz.
Váó! Nagyon jó. Nagyon jó. Hújjújjújjújjújj! Jó, nyugi, nyugi, nyugi. Jó lesz nagyon. Rendben van, Bogi. Kevin addig lép fel a játékba. Nagyon jó. Arra figyelj, hogy ne beleess a taponyba. Nagyon jó. Jó! De a többiek is nagyon ügyesek. De ez ne aggasszon, menni fog. Nagyon jó vagy. Nyugi. Majdnem, de GG, szép volt. Szép volt. Elfogyott alólad a cucc, de jó volt nagyon. Én nem bírtam volna eddig, nagyon szép volt. És milyen higgadtam. Na, gyere Kevin. Igen. Te vagy a Zoltán felhasználó, ugye? Jól emlékszem. Csak azért kérdem, mert azt látom. Oké. Na addig srácok, szokásosan jöhet egy szám 1-től 20-ig, és random skinnel folytatjuk tovább. 16 volt az első. Loretta Ambrustól. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Megyünk a cserepes szakállas tigrisre. Mehetünk. Nagyon prók voltak. Igen, én is azt néztem, hogy más esetben simán már rég lezuhannak, de az utolsó szintig volt mindenki a pályán, úgyhogy tényleg nagyon prókat fogtál ki. Mondj valamit. A harmadik skinet, de random gyere valamivel. Nagyon leégett a napon, igen. Pedig van egy csomó arc, és nagyon sokszor beadja a pirosat. Akkor sárkánnyal megyünk. Vagy a krokodilla. És egy cserepes virággal, és a hullámbár. Mehetünk. Oké, okay, go, go, go. Jó kis késés van már megint élőcsevegyésben vagyok, és írtam, hogy első, de megint nálad más mutat. Igen, ezt sajnos az nem rajtam múlik. Tényleg, a te elsőd, azt tudod mikor jött meg, Zsolt? Jött a 16, utána a 7-es, és utána az első, annyira egyszerre küldtétek el. Lili Rostri is megemlítette, hogy megy a live, köszönöm szépen, osszátok, még játszunk egy-két-három kört szerintem, úgyhogy még van hova jönni. 40 like, köszönöm szépen, szuperek vagyok, srácok. Halli újra, Andrea. Örülök, hogy tudtál visszajönni. Kiki a krokodil, kokokokó, ennyi. Lili megint volt finálé, lemaradtál, második lettem, azt hiszem. Vagy harmadik. Wow, sok finálé volt Lili, majd nézd vissza. Igen, hát tényleg azt, én csak azt tudom elsőnek mutatni, akit nálam jelez a cset. Ja, csalogatott Bobit, rendben. De szép tetovát hátul. Az azt jelzi, hogy már van koronám. Azt hiszem azt jelzi az a... díjszalagdíj, vagy nem tudják azt. Jól vagyok, csak jön kijebb a bölcsességfogam, srácok, kicsit szar. Nem értem már hova jön, már majdnem kim van a bölcsességfogam. De ha kicsit azt látjátok, hogy el vagyok szoncsolodva, az azért van, azért szóltam. Jó? Hogy nem a live-ba is veletek van baj, nem is a játékkal, csak megint szarakodik Dave-nek a bölcsességfoga.
nem elég, hogy beteg, még mellé az is szarakodjon. Csak mondom, mielőtt valaki azt mondja, hogy nagyon rossz kedvem van, nincs rossz kedvem. De már majdnem teljesen kín van, úgyhogy már nem sokáig fog szarakodni. Papagáj elé bevágok. Kidobott Krisz. Mennyire akarsz bölcs lenni már? Nem, jó ez, tehát hogy használom kajálásra, meg minden. Jó, ügyes, bent vagy. Halli, Deathlord, Mizu. 1000 éve. Nem baj. Akkor Krisz majd megpróbálunk visszavenni, vagy nem tudom. Én nagyon bölcs akarok lenni. A legbölcsebb. De érzem, hogy kezdek fáradni, srácok, úgyhogy kb. Ilyen 7-ig tart szerintem a live, attól függően, hogy hogy lesz. Lehet, hogy autokorrekt nekem is előfordul. Nem baj, gondoltam, hogy autokorrekt lesz, aki belenyúlt. Semmi baj. Mi újság, hogy vagy? Na, kis papagáj. Tök jó. Tojtak tojást. Én bízok magamba. Milyen jó tettem. Most nem bízok magamba, de bízok! Hát hülye voltam. Hát bazd meg, már bocsánat, kedves Mongufta elvtársam. Bazd meg, nem neked szólt, hanem átlagosan a játékossá társadalom. Nagyon jó, vonulunk. Háromból a bal szélső, ezt én is láttam. De ne lökjetek már ki, rohadt kis köcs! Kedves játékostársaim, kérlek, vegyétek tiszteletbe, hogy szeretnék tovább jutni, és nem az első pályán kiesni. Köszönöm szépen. Ami amúgy a második pálya, de mindegy. Képzeld el, igen. Én már arra a szinte fejlődtem fogják, hogy már elbeszélgetek, amíg játszok, nem kell figyelmem a játékra. Hát próbálj. Ó, pont nem értél be, Kevin. Lehet nem kellett volna vékony kabaiba kimenni a mínusz 5 fokba. Luca, vigyázzál magadra. Valakit megfogtam, bocsánat, semmi baj. Lili már pro. A pro. Aha, nem baj. Lesz még egy-két-három kör szerintem. És akkor újra slime climb. Előbb szépen mentettünk, 3 leesésből visszahoztam. Most próbáljuk meg leesések nélkül. Na, látod Krisz? Ó, a végén az az úthenger, na az viszont majdnem 90%-ban mindig lelök. De először jussunk el odáig. Ó, te fagylalt. Ez gyönyörű volt, Dave. Hallod? El se jutok odáig, ha így haladok. Mondom, elsőnek kiestem. Ez gyönyörű volt. Hajrá, hajrá többiek. Van még bent Mongufta? Nincs, mert akkor beadta volna. Hát ez ennyi volt. Itt látszik, hogy mondtam, hogy fáradok. Most már teljesítményre is kijön, hogy fáradok. Mennyit bírtam? Mennyi az az óraszám, amíg nem fárad? Az aktív forgályszozásba? 2 óra 10 perc. Teljesen jó. Semmi baj. Kijön? Vivus, jöhetsz forgályszba, ha szeretnél. Te még ma nem voltál. Vivus, itt vagy-e? De Lili is jöhet, hogyha Vivus nem szeretne jönni, csak ő még ma nem volt, azért kezdtem bele. Vivus, szeretnél-e jönni játszani? Na, nem reagál. Ja, jó.
Oké. Bogi, te hogy vagy? Szeretnél még jönni, vagy esetleg Anna helyett? Mert hogy Anna, most te is sokat voltál, azért kérdem, nem bántásból. Rendben, szia Andrea, köszönöm, hogy itt voltál. Bogi vagy Anna, nekem mindegy, melyik ötök jön. Még játszhatunk egy költ, és utána Bogi még játszunk, hogyha nektek úgy jó. Kevin meg ugye most jött. Addig most írjatok számot, meglátjuk, hogy ki van. Számot írjatok. Jó, de utána jöhetsz majd. 7 volt az első, amit láttam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gyönyörű viking, csíkos viking asszony. Valkür. Megvagyunk? Akkor mehetünk. Ha mindenki megvan, akkor csapassuk. Igen, a krokodil mindig fogos. Majd nekem is, Dave. Legyen az 5. Na már mindegy, a következő körre. Viking asszonyka, igen. 2 krokodil, dupla kroki. Végül is megy a zöld pólomhoz a zöld sisakat. Oké, azért mondom, Bogi, te most keveset voltál, Anna, akkor veled ez az utolsó most, és utána még a Bogi helyet cserél veled, rendben van, Anna? És majd máskor is játszhatunk, mert látod, csak sikerült megoldani a csatlakozást, aminek én örülök. Addig meg gyakorolj tényleg sokat. Én is sokat gyakoroltam. Na, még egy embert várunk, induljunk. Hit parádé, jó? Ez jó, mármint szeretek ezzel kezdeni. Sikerült neki, már egy jó pár köre jön velünk. Aranyos a hóember, igen. Szerintem is jó skin. Na, középtájról indulunk. Meglátjuk, meddig jutunk. Szerintem itt hamar leesünk, gondoltam. Láttam a tömeget. Hát itt azért lassabban lehet szintelni, mint Fortnite-ba, az tény. Lökjétek! Nagyon jó, oda is még átcsusszantunk. Első adagban nem fértünk bele, de a másodikban már igen. Szuper. Bazd meg! Akarom mondani, nem káromkodunk. A kroki rúgja meg. Nem hiszem el, hogy kiesünk, mi ez? Új. Az még a kalapács is lökjön vissza, hallod? Komolyan. De mit csinál? Rúdtánc oktató letté! Ó, hát utolsóként beettétek mi? Na ki hitte azt, hogy kiesek? Ki hitte el? Csak vicceltem. Én még csak level 14-es vagyok, elkezdek aktívabb lenni, hajrá! Jó, mindenki bent van, én meg... berúdtáncoltam magam. De jó, egy pályán volt velünk, Bogi, akkor itt vagy velünk, csak nem csapatban, hanem egyébként. Bent maradtam, hát éppen, most már csak azért is írni fogom, hogy bent. Jó, tényleg írjátok, mert amúgy nem fogom tudni. Nem biztos, Fortiban nehezebb. Hát, én most amíg beteg voltam, addig én rengeteget fortiztam, majd héten lesz live belőle. Ha csinálod a küldiket, meg benne vagy általában a top 10 alatt, akkor azért jó, ha kapod az XP-t. Meg ha sok killed van. Lélekben mindig velünk van, Bogi. Ennyi. Igazából minden játék annyira nehéz, amennyi időt ölsz bele. Tehát ha órákat játszol egy játékkal, akkor jól haladsz, én azt mondom.
Hát itt is azért figyelem, hogy hány nap múlva lesz szezonváltás, és nem az utolsó 5 napba akarok 20 szintet lépni. Azért is lett ma is light például. Kellemes a hasznosabb. Ott a csukán! Tuk-tuk! Én vagyok a traktor. Traktor szimulátor, azzal se játszottam még. Tudom, hogy van, aki igen. Áh! Ó, hát ez gyors volt. Na most gyors volt! Ó, sajnálom, Anna, de GG, hogy sikerült tovább jutnod, ügyes voltál te is. De mostanság tesommal Battlefront 2-töztem, hát nem egyszerű kópos gép elleni mód, hát elhiszem. Lelökött a tojásfejű, ó, akkor Bogi, Kevin tovább jutott, úgyhogy akkor így megyünk tovább. Jó, Slime Climb, ó, jaj. Na, kössük fel az alsógatyót, vagy a budingót, kinek melyik van. Lelöktek engem is, sajnos az olyan pálya, Anna. Nem baj, ügyes voltál, sikerült az elsőn tovább jutni. Az is nagy dolog, hidd el. Na, 25-en jutunk tovább. Megalapozzuk a továbbjutást. Oké. Okay. Csak úgy mondom, eddig vezetek. A hangsúly azon volt, hogy eddig. Bazd meg, akarom mondani, nem káromkodunk. Csúnya tukán, hogy szakadna rád egy marék datoja. Áááááá! Jó. Fortnite-ba szakad a nápoi, itt a datoja. Jegyezzük meg. Szegény piros bab. Vörös bab leesik. Jaj, de szép mentés. Szép, easy. Basszus, le ne csúszak. Első lettem! Hát kérem szépen azt a koronát! Első. Hajrá, Kroki. A gyakorlat. Köszönöm Senki lánya és Anna és Allegria és Luca, mindenkinek köszi tényleg. Higgadt maradtam, szépen mentem végig, ez ennyi volt a titok. Néztem belőle live-ot, nagyon összetett a mood, értem. Köszönöm Lili. Júj, hajrá! Csak nyugodtan, simán meg lesz. És Kevin! Menj be azért, Kevin is benn van, szuper. És Bogi is! Hát nem hiszem el, Bogi, nem vagy velünk csapatban és benn vagy. Nagyon jó, hároman tovább jutottunk a Slime Climb-on. Ügyesek vagyunk. Mindjárt lejár az idő. De egy kis troll. Jó van, beugrott. Slime Climb-ot se nyertem még. Ez is megtörtént. Csak ne a hupsi dézi, könyörgöm. Ez se jobb! Ne, itt a két opció van, vagy nagyon előre megyünk és bejutunk, vagy pont azért esünk ki, mert mindenki más bemegy. Koboltfejű. Te koboltfejű, Boki. De ez nehogy magadra vedd, tudod, hogy szeretelek. Szeretelek! Egyik legjobb barátunk vagy, ez nyílt titok. Na! Hát ez gyönyörű kezdés. Ahogy én kezdek, más úgy végez. De én amúgy minden mongúftát szeretek, nem csak a barátaimat. Na! Gyönyörű. Hoppá!
Ez eddig nagyon jó, csak kimegy előre. Valaki menjen előre, srácok. Ki lesz az a bátor Jóska? Hatodikként kvalifikáltam magam a döntőbe. Kobold fejű alul szoknya. Nem tervezem, mert nagyon sok a copyright benne, azért nem. Finálé. Jó ez a kávé, ez adja a plusz löketet, meg az, hogy így lett. Sajnálom, Bogi. Semmi baj, Kevin, most elnézzük, csak figyelj oda máskor. De miért Full Mountain? Miért Full Mountain? Valaki mondja már meg. Persze, hogy hátul... Ja nem, előről indulok. Figyelj, előbb majdnem megvolt. Küldjétek azt a koronát, vagy a szívecskét a csetre, jó? Itt most nincs fogdosás. De Kevin! Nem játszol velem többet, ha fináléba lefogsz. Nagyon jó. Ha nem lök vissza, meg lett volna. Fú, nem baj. Lett egy szép slime climbos győzelmem legalább. Köszi, meg azért ez közel volt. Köszi, srácok. Na, akkor megkérem, hogy Anna helyére Bogi csatlakozzon. Anna, ki tudsz jönni a csoportból? Vagy várjál, leürítem a csoportot és újra hívlak titeket, az a legegyszerűbb. Nem baj. Közel volt az a lényeg. Tehát akkor akikkel most játszok, Bogi, Lili és Kevin. És jöjjön ez a szám 1-től 20-ig. Nem baj, azért ma nagyon sokszor közel voltunk. Szóljon a szám, nem az én pofám. 3. De Krisztián, neked már volt, hogy a tiéd volt, úgyhogy 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Azért figyelek arra, hogy aki már volt, az most más helyet legyen. Egy üdítős krokodil. Krokodil aljú üdítő, mehetünk. Szerintem nagyjából utcsó kör lesz, attól függően meddig jutunk. De azért a mai teljesítménnyel összeegyezve elégedett vagyok. Soha nem volt ennyire jó teljesítményem live-on belül. Tényleg, ezt gondolom egyetértetek vele, minden izé nélkül. Így van. Allegria skinje a banános krokodil farkú ücsi. Fura lenne üdítő fejű krokodilokat látni az utcán. Hát figyelj meg, nem enne nagy eséllyel. Semmi baj, Kevin. Semmi baj. Csak tényleg fináléban ne fogdossuk egymást, az fontos. De jó kör volt nagyon. Meg úgy az egész live-beli teljesítmény jó volt. Nem csak az enyém, a mongusztáké is. Tehát, hogy ti is nagyon ügyesek voltatok, úgyhogy mondhatom, hogy most értünk el oda, hogy minden mongusta jó. Mi innánk meg őt, ennyi. Lecsúszna a torkunkon a krokodilos banállé, fúj, de rosszul hangzik, gyerekek. Hit parádé. Hát sokat fejlődünk, meg akik még most kezdték nemrég, azok gyakoroljanak sokat tényleg. Ezt tudom tanácsolni.
Hát ezt láttam, hogy csúszni fogok. Lecsúszik az üdítő a torkán. Érted? Á, bakker! Ezt láttam, hogy visszalök. Mi az, hogy mostanában a tetején elkezdek ugrálni? Hallod, mi ez? Hát kérem szépen, mi ez? Ne, hallod? Beszarsz, ez már egy fáradtsági szint. Ennyit arról, hogy ügyes vagyok. Hát basszus! Most tiki-takizik a jojó, vagy mi a rákon van? Lökjél még innen is vissza! Így ne játsz Fall Guys című live részletünk következik. Jó, én kiestem, srácok. Le is álltam. Ez egyértelmű volt, elfáradtam, ennyi volt bennem a live-ra. Boing. Nem baj, innen még végignézzük a többieket. Most fáradtam el teljes, amikor az első pályán így kiesett. Ó, oh, Kevin is kint, sajnálom. Boginak és Lilinek szurkolunk tovább. Büszkék vagyunk rá, Dave, amikor ilyen ügyes vagy. Tudom, így pattogni a gumimacik nem pattogtak, mikor beitták a gumibogyós szörpöt. Ezt csinálja valaki utánam, nem az a nagy cucc, hogyha nyersz egy koronát. Pattogjál ennyit? Ó, oh, hát ez a pálya, aminek semmi értelme. Tehát ezt tényleg nem értem, hogy mi múlik. Csak a szerencsén, mert vagy a csapatod annyira jó, hogy lehozod, vagy pedig jobb a másik, hogy ő hozza le. Igen, nagy betűkre figyeljetek, köszi. Ezt a pályát kivehetnék, ehelyett lehetne egy értelmesebb csapatjáték, én adom. Az a jó ezekben a live-okban, az ember, megjön a kedve az embernek forgászhoz, tök jó, örülök neki. Hát elméletileg egy streamnek az is a lényege, hogy magát a játékot közelebb vigye a nézőhöz, vagy egy kedvet csináljon neki. Nézzük meg a másik mongustánkat is, itt áll bent a szarvas. Szarvasos hotdog, azt nem kérek. Őt már megfertőzték, szarvasos hotdog középül. Igen, tényleg törekedjünk arra, hogy ne szavanként küldjük, jogos, amit Zsolt írt, köszi. Nagy részét így nem fogom elolvasni. Egy időben én is ilyen voltam, Ácsi. Jana szoktatott le róla, meg azt hiszem Kiki, ők ketten utálták, ha szavanként küldtem el mindent, és leszoktattak róla, hogy ne így írjak messenger üzenetet. Én is ilyen voltam, tehát azért mondom, hogy mondhatom, mert ugyanígy írtam én is. De hála az égnek lekopogom, leszoktam róla. Majd lassan egy kalapáló mongustát is kérek fanartba, jó? Nyerésre álltok eddig, úgyhogy fogjátok meg a kékeket. Ne csak meneküljetek, fogjátok meg a kékeket. Ott van középük. Majdnem. Pupikék, babikék. Régen én is így írtam. Szerintem ez így jött az emberekkel. Én mindig mindent egy nagy tömör 11-be küldök el. Többen szeretik azt. 2-2, 2-1, még egy kéket kell megfognatok, hajrá! Tovább jutottatok, szép! 100 kudosz kell az egérhez, az meg lesz Krisztián hamar. Az 3 játék mondjuk, hogyha az első körbe kiesel. Én is mutko annyit kockultam, azért is szinteltem egyet vagy kettőt, mert kellett valamihez a kudosz, és addig játszottam, amíg összeszedtem. Nekem azt hiszem 700 kellett, de az is hamar meg lett. Szép volt. Na, Hoopsy Legends, hajrá, na ez kemény. Tehát ezt tartom, hogy ez nehéz pálya. Köszönöm, hogy segítetek nekem, meg hogy játszottam. Ne viccelj, Anna, persze. Hát, hogyha valakinek megvan a játék, akkor én föl szoktam ajánlani a lehetőséget, tök mindegy mióta játszik, hogy kipróbálja magát a live-ba, játszom velünk. Ezért vagyunk egy közösség. Aztán, ha elérjük az 5000-et, idén akár,
akkor 24 órás live-ban nyilván, hogy esélyes, hogy Fall Guys is lesz, úgyhogy szóljatok barátoknak, ismerősötöknek, tényleg érjük el közösen az 5000-et, és akkor sorsolások, minden lesz. Idénre belőttem tervnek, eddig minden évben sikerült plusz egy ezrest nőnünk, abban a kemény 3 évben. Meglátjuk, hogy sikerül-e most is, én bízom benne. Álomcél a 10 000, onnan pedig már tényleg csak az, hogy szeretettel csináljam mindig, és ne szálljak el magamtól. Én nekem volt 5500 kudosz kellett, mert unokatosomnak kellett a skin, összegyűjtöttem, szép. Nem baj, akkor a kis kutyát, kis cicát felhasználója. Vannak kutyák is, van egy kutyatagunk is. Annyi játékom van, amivel most se játszok, mert nem kell még több. Pedig én is megnézném Zsolt, hogy hogy menne. Gondolkoztam azon, hogy ha elérjük az 5000-et, akkor Fall Guys játék sorsolás. Igaz, hogy az 5000 vagy 7000 forint, de ha elérjük az 5000-et, szerintem szép ajándék lenne valakinek. Csak hát ahhoz meg kell tolni, hogy meglegyen az 5000. Azért nem lett eddig ez a sorsolás, de gondolkoztam rajta erősen, hogy egészen szép motiváló dolog lehetne. Van még benn Mungufta? Ott van. Ott volt tőle a rejteni gyedét. Mármint, hogy nyertél? Igen. Azt tudom. Redded is szerintem februárig valamikor lesz, csak be kell ütemeznem, hogy melyik játékkal hogy haladok, most legalább a Life is Strange-et végig toltuk. Fun fact, addig mesélek nektek, egyébként a legjobb lezárást kaptuk, képzeljétek el. Megnéztem Nessa-ét és Doggy Andy-ét. Gyakorlatilag bent van Lili, hajrá. Tudom, látom, letettem a kontrollert. Tehát nálunk ugye happy end volt, aránylag, hogy leültem a börtönbüntetést, és Daniel-hez találkoztunk később. Doggy Andinál egy agresszív vadállat lett a kisgyerek, hogy ő arra ment, hogy megálljanak a határnál, és annyi agresszív döntése volt, hogy Daniel kikapta a kormányt Sean kezéből, és ahogy mentek át a határon, lelőtték Sean-t a rendőrök, meghalt, Daniel tiszta ideg lett, átment a határon, és ott egy ilyen mexikói bűnbandát is még meggyilkolt a végén. Tehát, hogy ott konkrétan egy ilyen elmebeteg gyilkos lett Danielből az ő végigjátszásában, sajnáltam Andit nagyon. Tehát nála meghalt Sean, egy agresszív gyilkos lett Daniel, és a Nessa-nál meg az volt, hogy ő is átment a határon, csak hogy tudjátok, hogy mi lett volna, ha úgy játsszuk végig, átment a határon, Daniel kiugrott a kocsiból, és azt mondta, hogy legyen jó élete Mexikóba. Daniel ugyanúgy a nagyszülőkhöz került, más munkája lett, Sean pedig letelepedett Mexikóba Cassidy-vel, és Cassidy-vel élt egy boldog életet, és nem találkoztak személyesen Daniel-lel, soha többet, legalábbis a sztori alapján, hanem csak leveleztek, és képeslapokon keresztül beszélgetett Sean és Daniel, de Cassidy-vel telepedtek le Mexikóba, ez volt a Nessa-nál a vége. Azért ez se egy rossz vég, de szerintem mi kaptuk a legaranyosabbat, vagy legszebb happy endes véget olyan szempontból, hogy még a testvérpár találkozott, meg együtt elmentett túrázni. A negyedik végigjátszást nem láttam magyar videósnál, úgyhogy az még várat magára. De az én eredményem sem láttam másnál, úgyhogy meglep, hogy így játszottam. Csak el akartam mondani, hogy mi volt a másik kettő vég, amit láttam. De nekem az nagyon durva volt tényleg, amennyire agresszív lett a kisrác az Andinál. Nessa-i aránylag hasonlóan játszott a végig, mint mi, de mégis nem azt tanította Danielnek, hogy csak önzetlenek legyenek, ezért volt az, hogy nem akart a testvérével együtt maradni, hanem őt átengedte a határon. Nekünk az volt a vég, hogy én börtönbe mentem, Daniel visszament a nagyszülőkhöz, letelt a 15 év börtönbüntetés, és együtt elmentünk azokra a helyekre, ahol együtt voltunk, újra együtt voltunk a testvérünkkel, ott volt nekünk Layla, hát ott nem Cassidy lett a párunk, hanem Layla. A negyediket meg nem láttam, de van kedved, majd nézd vissza attól, mert jó kis live volt, meg a többiekét is ajánlom tényleg. Hát ez jó lesz, tovább juttok, úgyhogy ügyesek vagytok. Csak el akartam mesélni, hogy amit nálunk lett eredmény, azt se láttuk még magyar videósnál. A negyediket meg senkinél nem láttuk, hogy ott meg valami olyasmi van, hogy Daniel akar valamit, azt hiszem, és Sean lép közbe. Tehát, hogy nem is értem. Na mindegy,
biztos, hogy valami nagyon fura döntések kellenek, hogy ahhoz a véghez vidd. Végén nem derül ki, hogy Daniel felnőtt korára is megmaradt a képessége. Az Andiénál igen, mert amikor a bűnszövetkezettel találkozik a tengerparton, szőkére festett haja agyon tetoválva, akkor az erejével az van, hogy Danielre szegezi a pisztolyt a bűnszövetkezet, és ő az erejével a pisztolyt így oda tartja a csávónak a nyakához, hogy magát lője le. Úgyhogy megmaradt a képessége. Devin Sean átjutásában van több embere is, Cassidy vagy a srác, aki ki akarta rabolni a droglabort, vagy csak simán egyedül. Egyedül van Cassidyvel, nem mutatták a többieket benne. Megmaradt neki felnőtt korában, és tényleg Zsolt, hát nem nyitotta kézzel, hanem az erejével nyitotta ki a saját kocsija ajtaját, és csapta be, valóba. Megmaradt minden végigjátszásba, de az nagyon morbid, ahogy a bűnvezérnek oda tartja a saját fegyverét, hogy magát lője le. Úgyhogy tényleg szegény Andi kapta a legdepisebb véget, és már annyira ki volt, én nagyon sajnáltam még visszanézve is. Mi azért jól játszottuk olyan szempontból, hogy értsétek a jót pozitívan, hogy ilyen happy ended dolog lett. Nessa is jól játszotta, de azért nála egy kicsit másabb vége lett. Láttam a többit is egyesített videóban, és tényleg az a legszebb vég. Én meglepődtem rajta amúgy, mikor visszanéztem a többit. Közben pedig szurkolunk Lilinek, csak ő mondta, hogy ne szurkoljunk, úgyhogy azért is hagyom utat, hogy menjen meg közben, addig elmondtam a dolgokat. Igen, hajrá, közben írja Kevin. Ne, Lili, de majdnem, nagyon szép volt, azért GG. Töréseknek jó hangja van amúgy, igen. Szép volt amúgy Lili, le a kalappal. Csak hát ők is nagyon prók. A két banán maradt a végén. Amúgy tényleg jó hangja van. És ezzel is zártuk, mert szerintem sokan elfáradtunk. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, szerintem tényleg a mai live az eddigi legjobb Fall Guys Live volt, ezt kimerem jelenteni minden szempontból. Begörcsöltök ezzel, semmi baj. Látod én meg milyen gyorsan kiestem az első körbe a pattogással. Elméletileg még 24 nap van hátra. 24 nap van hátra. Nem, 24-es szinten vagyok, mondom, hogy fáradt vagyok. 34 nap van hátra, az több mint egy hónap. Snowstorm. Mindegy. És akkor elvileg még ugye bőven van szint is, úgyhogy innen folytatjuk, valószínű, hogy egy vagy két hét múlva, nem tudom, hogy mikor, vagy ha Janának szombaton ehhez lesz kedve, meglátjuk, ez minden azon múlik. Holnap találkozunk egy SSO live-ban, legyen szép napotok, aki lemaradt bármelyik live-ról nézze vissza, és ne feledjétek, holnap fél éves tagságot ünneplünk, örülök, hogy eltelt fél év, nagyon durva. Monguftakát, jó éjszakát, szép álmokat, köszönöm a közös játékot, ügyesek voltatok, sziasztok!